Üdvözlök mindenkit a Shack csatornán újra. Juhász Barbara vagyok, és Pap Gáborral, a Női Szövetségi Kapitánnyal fogjuk a mai élő adást közvetíteni. Na de mi is lesz a mai program, a Hunger Games. A Hunger Games kapcsán a német és a magyar válogatott női játékosai küzdenek meg egymással a chess.com felületén. Azonban fél időben Antal Gergely nagymester is becsatlakozik hozzánk. Gábor, kérlek mesélj nekünk, mit vársz a mai naptól, és mit vársz a lányoktól. Sziasztok, én is üdvözlök minden kedves nézőt. Először is óriási izgalmakat várok, hiszen ez egy női mérkőzés, ez biztos, hogy, hogy nagyon izgalmas lesz, úgyhogy tényleg nagyon kemény csatákat várok. Bár ez egy online mérkőzés és barátságos mérkőzés, de amit az elmúlt hétben a német lányok és a magyar lányok és a készülés gyanánt leműveltek, abból biztos vagyok benne, hogy egy óriási meccset fogunk látni, úgyhogy én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul a mérkőzés. Szuper, viszont ne feledkezzünk meg arról, hogy cseten is tudtok írni nekünk, és kérdéseket feltenni, esetleg a partikat kommentálni, és látom, hogy már egészen sokan becsatlakoztatok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, örülünk, hogy itt vagytok. Sziasztok, és gyertek minden többen, majd a több, több, száz nézőt várunk ma, úgyhogy remélem, hogy, remélem, hogy mindenki jön drukkolni a lányoknak. Azt ne felejtjük, hogy az első forduló 18 óra 30-kor indul a chess.com felületén, ezért addig valamivel csak kitöltjük az időt. Na de pontosan mire is gondolok? Most egy kicsit meginterjúvolom a Gábor női szövetségi jaj, kapitány, úgyhogy fel is tenném az első kérdésem. Mikor és hogyan lett ön szövetségi kapitány, és mi is jár -e ezzel a pozícióval? 2015-ben keresett meg először az akkori vezetés a Magyar Sakszövetségtől, és Gyakorlatilag tudni akarták, hogy mit szólok-e ahhoz, hogyha én vezetném a női válogatottat. Engem tényleg ez a megkeresés nagyon váratlanul ért, és nagyon nagy meglepetésként. Ugyan volt előtte csapatvezetési gyakorlatom, de azért nyilván egy szövetségi kapitányi poszt az egy nagyon komoly dolog, úgyhogy elsőre tényleg sokkolt a dolog. Át is gondoltam, de ebben az időben még munkahelyem volt, az önkormányzatnál dolgoztam és 20, 20, vagy 21 szabad napon volt, úgyhogy tényleg nem tudtam rá... Nem, Igen, ismerős. Ismerős a helyzet, úgyhogy nem tudtam rááldozni magamat a női csapatra, úgyhogy nemet mondtam ekkor az első megkeresésre, és Ruk Robert vett át a, a, kapitányi posztot végül, 2015 szerintem nyár elejéről beszélünk, és viszont megkeresett a Robi talán pont egy nyári napon, hogy ha nem is lennék kapitány, mivel ő lett a kapitány, de mit szólnék ahhoz, hogyha szakmailag segíteném a lányokat, arra gondolt, hogy az éppen közelgő Európa-bajnokság előtt kicsit felkészülnék edzőtáborokban, és kimennék a csapattal az Európa-bajnokságra. Megint nagyon nehéz volt a döntés, ez már sokkal jobban tetszett, mert tényleg ebben egy kicsit magabiztosabbnak éreztem magam, hogy szakmaiak segítsek a lányoknak. Majd gyorsan fölmentem az internetre, és megnéztem, hogy hol lesz az Európa bajnokság, és mikor, és mikor láttam, hogy Reykjavikba kell utazni, akkor úgy döntöttem, hogy ennek tényleg nem tudok ellenállni, úgyhogy kiutaztam a csapattal, és egy nagyon szép hetedik helyet értünk el Robi vezetésével az én segítségemmel. Utána Robi különböző indokok miatt lemondott a kapitányságról, megüresedett a hely, és igazából ez a tapasztalat, amit ott láttam az Európa Bajnokságon, ez segített engem abban át, hogy igazából éreztem, hogy nagyon sokat tudnék ennek a csapatnak, nem csak szakmailag, hanem mint kapitány is segíteni, úgyhogy ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy tényleg ezt, ezt tudnám én is csinálni, illetve a lányok felől jött egy nagyon pozitív vízhang, és ők is bátorítottak arra, hogy, hogy vezessem őket, és 2015 vége, 2016-tól hivatalosan is átvettem a csapatnak az irányítását, és azóta már eltelt majdnem, hogy öt év azóta együtt vagyunk. Így van, már majdnem öt éve te vagy a lányok mondjuk így mamája vagy papája, aki segíti őket, Mert de hogyan is láttál hozzá a teendőkhöz, mi volt az első lépés, amivel elkezdted a lányokat Vezetni. Szerintem egy kapitánynak a legfontosabb teendője, ami Number One, az az, hogy minden világversenyre, ugye ez lehet Olimpia és Európa bajnoksága sakkban, a legerősebb csapatot próbálja meg kiválogatni és kivinni, legjobban formában lévő játékosokat próbálja kivinni. Úgyhogy nekem is ez volt a prioritás. Ebben az időben éppen egy átalakulás volt a női sakkozóinknál, hiszen Mad pont ebben az évben hagyta abba a válogatottban való szereplést, hogy a 2015-ös Reykjavik Európa Bajnokság után ő visszavonult a válogatottságtól, illetve Rudolf Anna is, aki még szintén játszott ebben a 2015-ös csapatban, ugye ő is már húzamosabb ideig már ekkor is Spanyolországban él, de talán ebben az időben hozta meg a végleges döntést, hogy, hogy Spanyolországban marad, így neki a szakmai edzését, a versenyprogramját sokkal nehezebb volt irányítani, úgy Annával is azt beszéltük meg, hogy ha, ha nagyon nagy szükség van rá, mindenképpen számítok rá, és amennyiben akar játszani, jöjjön edzen velünk, de ő is úgy néz ki, hogy kifele megy a válogatottból. Ezért maradt egy 5-6 olyan válogatott szintű játékos, amiből tudtam gyakorlatilag válogatni, ez egy elég szűkös keret, úgyhogy így indultam neki a dolognak, ez volt a legfontosabb dolog, hogy kialakítsam a válogatott keretet, és velük kezdtem meg a munkát. Szuper, és most nézzük meg, hogy pontosan milyen eredményeket értetek el a lányokkal, illetve az elődeid milyen eredményeket értek el az elmúlt tíz évben. Igen, itt láthatjátok, látom föl is dobtad az elmúlt tíz évnek az eredményeit. Le 2000 Valóban ott pirossá ki van emelve a jelesebb eredmény, de itt látunk egy szörnyű 45. helyet, ugye azon az olimpián sajnos egy utolsó négy fordulós vereség sorozat volt, ha jól tudom. Uh, igen, a 45. helyen sajnos eléggé uh, kinyúlik a többihez képest, viszont itt látok ilyen 5., 6., 7. helyezést is olimpián elbén egyaránt. Kicsit mesélj nekünk ezekről a versenyekről. Igen, elég vegyes a felvágott, tehát, de talán inkább tényleg a 45. hely, ami, ami egy viszonylag rossz, rossz irányba kiugró eredménye, a többi az ugye, ha jól látom, 15 is azon belül van majdnem, hogy úgy látom 2010-től 12-ig nem sikerült beverekedni a a legjobb tízben majdnem, hogy azt mondjuk el azoknak a nézőknek, akik nem nagyon vannak tisztában a magyar válog, női válogatottnak az erejével, hogy azért egy top tízes csapatunk van már évtizedek óta, sőt, sőt volt ez jobb is, hiszen olimpiát is nyertünk kétszer, a polgártestvérek és Mádi voltából, illetve még a Égy 70 80-as években is szörnyen erős csapatunk volt, Iván Mária, Verőci a tudnám sorolni a neveket. Szóval Magyarországon a női mindig is kiemelkedő volt, ezért nem meglepő, hogy tízben végzünk. Viszont az tényleg, hogyha az elmúlt éveket megnézzük, Igazából nem nagyon tudtunk odaérni az első hat helyre, ami egy kicsit fájdalmas. 2013-ban volt egy Igen. nagyon szép hatodik helyünk a Varsói Ebbén, ha jól emlékszem, még hazai Laci kapitánsága alatt. És utána jött ez a szörnyű eredmény, ahogy említetted, a norvégiai olimpián szenzációsan indultak a lányok. Ha jól emlékszem, Hát ha, ha jól, ha jól tudom. emlékszem, én is talán 5-ből 5 öt győzelemmel. Igen, és akkor második helyről indultak, és utána egy vereség sorozattal zárták, hát elképesztő. Igen, ott, ott, ott szakmai és egyéb problémák mm. miatt teljesen összezuhantunk. Végül 45. helyet értük el, ezért is döntött úgy hazai László kapitány úr, hogy, hogy lemond a kapitánságról bár én úgy gondolom, hogy szenzációs munkát végzett hazai László, úgyhogy köszönjük meg neki viszont ezt az, ezzel az eredménnyel tényleg nem tudott elszámolni, úgyhogy utána jött ugye a, a Ruk Robert, kapitánysága a 2015-ös EB-n, itt voltam én szekundás, itt egy hetedik helyet értünk el, ami Európa bajnokságon úgy gondolom nem annyira kiugró, viszont nem volt az egyes játékosunk, nem volt csangunk, tehát ez egy nagyon szép, ez egy nagyon De. szép eredmény volt. Emlékszem, ha az utolsó fordulóban 4 0 tudtunk volna nyerni, akkor még hatodik helyre is odaértünk volna innentől vettem át ugye a válogatottat, és itt jön a számomra az egyik legfájóbb pillanat egyből az első olimpiámon. Én úgy érzem, hogy ez az olimpia nagyon-nagyon jó sikerült, a csapatunk végig jól játszott összeszedetten, egy rangodót buktunk el, de az ukrán... Igen, ha jól tudom, az utolsó fordulóban a lengyelektől kaptatok ki, sajnos egy három és fél félpontos verességgel, és előtte a hatodik helyen álltatok, tehát egy győzelemmel. Igen, igen, új, új. igen, mondja mi újság, valami nem stimmel? Igen, visszajöttem, nem, nem tudom, hogy mi történt. Lehet, eltűntem egy pillanatra, reméljük a technikai problémák nem lesznek, hogyha tényleg akadozik a közvetítés, igen. nem hallottuk minket, mindenképpen szóljatok, úgyhogy az a lényeg, hogy, hogy tényleg összerakjuk a technikát, ez a streamelés sajnos nem egy egyszerű. Igen, ahogy említetted, visszatérve az olimpiára, az utolsó fordóban volt egy, borzasztó kellemetlen meccsünk. Ha ezt a meccset... Viszont az forduló előtt hatodik helyen álltatok, hogyha a győztök, még akár a dobogó is ott volt, tehát egy Egyetlen egy partin ment el az egész valószínűleg. De nagyon fájó vereséget szenvedtünk a lengyelekkel. Ezt a játszmát mm. megnyertük volna, ezt a meccset megnyertük volna, mint utólag kiderült. Mi úgy számoltuk, hogy nem lesz az éremre, mert az meglepetés eredmények kellettek volna, de végül ezek bejöttek. Tehát ha nyertünk volna, akkor, oh. akkor harmadik lett akkor, akkor a Akkor garantált az Tehát, Az eredmény ránézésre nem nagyon nem jó 16. hely, de, de aki követte végig a versenyt, az látta, hogy ebből tényleg egy óriási a siker is lehetett volna. Úgyhogy ez nagyon fájt nekem, de folytattuk tovább a munkát, és megjön egy nagyon érdekes eredmény, és 2017-ben én úgy gondolom, hogy ebben az évben tudtunk legjobban felkészülni az Európa-bajnokságra. Rengeteg edzőtábor tartottunk, nagyon sokat edzettek a lányok, nagyon jó versenyeken indultunk, és valahogy nem jött ki a lépés az EB-n bal szerencsénk volt, rossz ö, sorsolásunk volt, nem játszottunk jól, minden összejött, végül egy 12. helyet tudtunk kihozni belőle, ami nyilván nem katasztrofális, de, de az erőnk közmérten gyenge. De hát még egy előző hetedik helyhez képest is jó, a hátrébban sajnos. Iron, és utána viszont jött a, az és a utána. óriási meglepetés. Ugye ebben az évben, 2018-ban pénzügyi nehézségek voltak a szövetség, de ezért nem tudtuk a legerősebb csapatot kivinni az olimpiára, például Vajda Szidónia nem vállalt el a játékot, Petra ebben az időben kisbabája, kisbabáját várta, úgyhogy ő se tudott játszani, viszont helyére beúrott egy fiatal játékos Terbe Julianna, és egy nagyon-nagyon tapasztalt és borzasztóan jó csapatjátékos lakos Nikoletta, és végül velük értünk el tényleg egy, egy meglepetés sikert, Jól is játszottunk, szerencsénk is volt kicsit a párosításban a végén, de ezt az ötödik helyet már senki nem veszi el tőlünk, úgyhogy úgy, hogy ez tényleg egy nagyon szép helyezés volt. 2019-ben két eredményt is láttok. Ezzel az ötödik helyjel, amit elértünk az olimpián, kvalifikáltuk magunkat a világbajnokságra, ami szintén nem mindig fordul elő, hogy erre a VB-re be tudunk jutni. Itt kilencedik helyet értünk el, és ugye tavaly évvégén volt a Batumi EB, ahova szép emlékekkel tértünk vissza, és nagyon-nagyon jó kezdtük a versenyt, tényleg az egyes táblán játszottunk, megvertük a lengyeleket, visszavágtuk nekik az olimpiáért, megvertük az olaszok nagyon erős csapatát, de végül szokásosan átment rajtunk az orosz, ukrán, grúz, francia, henger, és utolsó fordulóban nem tudtunk nyerni, így, így csak tizedikek lettünk. Úgyhogy ezek a, ezek a, a leg igen, igen, igen. most, hogy átnéztük így a magyar sikereket, nézzük meg, hogy konkrétan a német csapat ellen, a német női válogatott ellen milyen eredmények okay. születtek. Ha uh -huh. uh, jól látom, olimpián van 5 győzelmünk, kilenc döntetlenünk és egy vereségünk a német válogatott ellen. Uh, ugye legutóbb, amikor elértétek ezt a szép eredményt, akkor nem is kerültetek össze a német válogatottal? Utolsó két olimpián nem játszottunk a németekkel. De a nagyon-nagyon a... Most talán bepótoljátok, hogyha eddig nem is. Igen. Az Európa Bajnokságon is két győzelem, egy döntetlen és egy vereség, és a Mitropa kupán pedig két győzelem, öt döntetlen, hat vereség ez. Ahogy említetted, talán, hogy, hogy ugye vannak jeles versenyek, az Olimpia-Európa-bajnokság, aki nem ismeri a Mitropa-kupát, ez Közép-Európa, mondjuk így, meghívásos zárt verseny, hiszen meghatározott országok indulhatnak el. Én is játszottam már kétszer a Mitropa-kupán, illetve a magyar válogatott tagja is többször is játszottak. Itt láthatjátok, hogy 2017-ben itt volt Magyarországon a Mitropa, Balaton szárszóna, ahol meg is vártuk a németeket 3-1-re. Majd később úgy is fogunk még róla beszélni. Az olimpiáról már beszéltünk, ami 2014-ben volt, ugye ott vereséget szenvedtünk, két és fél másfélre. és akkor 2015-ben, ahol már te is ott voltál, ott pedig szintén győzedelmeskedtünk a német válogatott felett. Igen, az elmúlt Ez három vagyok. eredmény az elég vegyes. Ugye a 14-es olimpiában talán pont ez volt a mérkőzés, hogy megindított minket a lejtőn, mert előtte talán kikaptunk Oroszországtól, ha jól emlékszem, de az mondjuk tényleg egy papírforma mérkőzésnek számít. Viszont a németek ellen vissza tudtunk volna lendülni a jó formába, és egy szinte majdnem megnyert meccset elbuktunk, itt indultunk meg a lejtőn. 15-ben Csang nélkül vertük a németeket, nagyon szépen. Ez nagyon ez, szép. Nagyon igen. Szépen, és, és a Mitropa kupa itt pont én voltam már a kapitány ahol meg is nyertük végül az aranyérmet a lányokkal. Itt egy nagyon fiatal csapatuk volt a németeknek, tehát azért azt mondjuk, el, hogy Mitropa kupán nem mindig a legerősebb válogatott ül le, de egy nagyon erős utánpótlás csapattal jöttek, és a három es nagyon szép eredmény volt ellenük. Igen, ugye 19-ben nem volt Mitropa kupa, mert, vagy hát a németek nem is vettek részt rajta, mert ütközött a német bajnoksággal. Ennél fogva volt, voltak bizonyos játékosok, akik nyilvánvalóan a bajnokságon játszottak a Mitropa kupa helyett. 18-ban pedig a magyarok nem indultak el csak a férfi csapat. Igen, a Mitropa kupán 16 után volt egy óriási váltás, hogy kettő tábláról négy táblára emelték meg a, a, kapitányok a női mezőnyt is, hogy még, még színvonalasabb legyen, viszont ahogy egyelőre haladunk az időben előre, nem biztos, hogy egy jó döntés volt, mert egyre gyengébb csapatok jönnek, és a németek például tavaly is el tudtak volna jönni, de végül amellett döntöttek, hogy ilyen gyenge mezőnyre de. nem biztos, hogy feltétlenül akarnak jönni, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. De hát nem a, nem a Mitróka Kupa van most itt, úgyhogy viszont majd nagyon kellemetlen és nagyon erős csapattal fognak leülni, úgyhogy, úgyhogy... Igen. Nézzük is a játékosokat, hogy kik vannak. Ugye a német játékosok között egy mondhatjuk így világsztárt láthatunk Elizabeth Péth személyében, Ugye tudni kell róla, hogy top 10-es világranglistás női játékos volt, most jelenleg a 19 dik Egyébként Németországban nyilvánvalóan ő az első számú női játékos, 10 olimpián is részt vett, még ifjúsági korában junior világbajnok volt, és egyébként azon kívül, hogy 2500 fölötti élővel is rendelkezett, női nagymester és férfi nemzetközi mesteri címmel rendelkezik. Úgyhogy őt azért többször láttuk már én nagyobb versenyeken. Gyakorlatilag csak, hogy és... kicsit kiegészítse, amit mondtál, az Elizabeth Európának az egyik legerősebb női sakkozója. Ugye én Európában általában az igen. oroszokat, az oroszokat most, és az nem szoktam Most Európában szoktam a 9 Igen, igen, valóban. Most egy kicsit csökkent az élője, de egyébként nagyon erős játékos, ezért bárki játszik vele, azért nem lesz könnyű dolga. És akkor nézzük Szerát, aki pap sára, mondjuk magyarosan, ugye ő holt volt korábban, és aztán uh, kedves kollégámhoz, Pap Gáborhoz uh, hozzáment, így uh, most uh, együtt is uh, élnek. Ugye három olimpián is részt vett, német bajnok volt, azonban, ha jól tudom, ő most főállásban dolgozik, és nem a az, amivel uh, mondjuk így a kenyerét keresi. Ezért uh, lehet, hogy jobb játékos is lehetett volna belőle. Nyilván ez a 2350 körüli élőpont, ami amilyen van, amivel rendelkezik, is nagyon szép, és hát ott van az olimpiákon már nagyon régóta. Igen, igen, kiemelkedő játékos a német mezőnyben, Egészen ö, érdekes, hogy 2440 volt még egy két év az élőpontja. Tehát nagyon-nagyon ja. nagyon felment egy időben, ő, ő azt mondja nekem mindig, hogy amikor elkezdett komolyabban dolgozni, és csak már nem érdekelt, annyira ez adott neki egy nagy löketet, ez különben rengeteg játékosnál megfigyelhető. Úgyhogy nemzetközi mesteri normái is vannak, tehát gyakorlatilag egy nemzetközi mesteri norma hiányzik neki az, hogy, hogy ő is férfi nemzetközi mester legyen. Utóbb időben a, a házasságunk úgy látszik ráment a sakjára, úgyhogy egy kicsit visszaesett, de most pont egy föl, fölmenő ágba van. Tavaly az egyes táblán játszott a német válogatottban, úgyhogy nagyon vigyázni kell vele. Én csak ennyit mondok. Így van, így van. Azért kíváncsi leszek a partikra. Én is játszottam vele, azért egy taktikusabb játékossal lesz dolguk a lányoknak. És akkor melani Lubbe, most azért elég kevés az élője, de 2340 körül élőpontja szokott lenni, az igazából a megszokott. Egyébként nemzetközi mester férje van, azért ő is már öt olimpián részt vett. tudok -e egy jó kis pletykát? Nem tudom, hogy mennyi az igazság alapja. 或者。Oh, yeah. ugye Ome Melani volt az igazi neve. Igen. És hogy eldöntsék, hogy Ome vagy, vagy Luba legyen a neve a, házasság kapcsán, és ne a partiba döntötték el Nikolász Lubével, és ezek szerint a párja nyert. Úgyhogy nem tudom, milyennek az alapja, de valami biztos van, hiszen plecskák csak úgy nem terjengenek. nem mentem volna ebbe bele az én, az én házasságomban, mert ott Holt Gábor nem, nem akartam volna lenni. <laughs> Ez nem egy jó magyar év, úgyhogy náluk szerencsére a Szára úgy Itt. döntött, hogy Felveszi a nevemet, hogyha nem kellest neveznünk. <laughs> Nektek nem kellett. Valóban. És akkor, ugye Melanie Lube is női nagymester, ugyanúgy, mint Heinemann Józsefin. a Józsefin elég fiatal játékos. Ugye itt 2281 élővel rendelkezik a jelenlegi ranglistán, viszont ő is 2300 fölötti játékos volt, majdnem 2350-re felment. Ugye ő ifjúsági német bajnok, hiszen nagyon fiatal, ő neki még a, a német bajnokságok eredményeit nehéz így megszámlálni, azonban világbajnokságon ötödik volt az ifjúsági ranglistán, szóval azért őt se kell félteni, valószínűleg a lányoknak van. Azért mire készülni, hiszen mind a négy játékos erős női nagymester, és ugye Elizabeth nemzetközi mester is. Így van, nagyon kiemelkedő fiatal Én... játékos, nagyon nagy rutinnal rendelkezik. Ezt akartam is mondani, hogy ha ránéztek az értékszámokra a német játékosoknál, akkor igazából átlagban jobbak vagyunk náluk, de ez nagyon csalóka hiszen ahogy említettem, Szárának is 2400 felett élője volt, Melanie Lubba világ életében 2300 fölötti tudása volt, 350-ig is felvitte az élőjét egy időben, és a Józsefinnek is 2300 fölött élője volt éveken keresztül, úgyhogy velük nagyon vigyázni kell, most szerintem egy picit mindenki éppen le van ülve élőpontszámban, illetve ami még nagyon fontos kiemelni, hogy online sakban ők sokkal tapasztaltabbak, mint mi, és ettől egy kicsit tartok a mai napon, hiszen a Józsefin is, a Melani is, és a Szára is rengeteget játszik internetes sakkot gyakorlatilag. Ezzel szemben nálunk ez nem annyira jellemző. Talán a Petra, aki többször szokott játszani interneten. Ha én jól tudom, Csang nem nagyon játszik interneten, illetve Ticia és Anita sem az internetes versenyeken szeret indulni. Úgyhogy meglátjuk, ez, ez szerintem egy fontos tényező lehet, remélem, hogy ez nem fogja befolyásolni a meccset. Ez pontosan így van, és hogyha már így említetted a lányokat, térjünk rá a magyarokra. Ugye kezdjük Csánggal. Így van. Nézzük meg, milyen szép eredményeket ért el. Így van, hát a Csángot nézzük meg egy kicsit alaposabban, vesézzük ki az eredményeit. Ezt, nyilván ezt a plakátot, aki már követte a Facebook oldalunkat, vagy a Magyar Sakszövetség oldalát láthattátok, hát gyönyörű, gyönyörű eredmények tényleg. Én, én örülnék, ha ilyen eredményem lennének. Tehát ő ugye Vietnámból származik, Ázsia bajnok volt majd. Európa bajnok is lett, egy szenzációs siker, siker volt. Gyakorlatilag szerintem ez neki a legnagyobb eredménye, női Európa bajnoknak lenni az, az egészen elképesztő eredmény. Ő férfi nagymester, 2500 fölött élője is volt, 2511 volt a legmagasabb élőpontszáma, illetve fiatal korában 20 év alatti világbajnok is volt. Tehát egy rendkívül tehetséges, és rendkívül kedves, és aranyos, most tudom, hogy néz minket, és nem fog örülni, hogy jeleket mondok, de tényleg egy, egy, egy szenzációs személyiségről van szó, úgyhogy nagyon szurkolunk neki, és korábban vietnámi válogatottban játszott, ha jótom, legalább négyszer vagy ötször játszott vietnámi színekben az olimpiákon, magyar, magyar olimpikonként pedig már a hetedik olimpiája volt a 2018-as Bakui. És Polgár Judit, ö, aktív ö, visszavonulása óta, aktív saktól való visszavonulása óta Csang vezeti a magyar ranglistát, ő a legjobb játékosunk most már évek óta. Illetve Rapid Sakban sem rossz, hiszen női Európa bajnok volt Rapid Sakban, úgyhogy tényleg ez egy, ez egy szenzációs lista. Még egy ö, személyes eredményét kiemelném a 2018-as Batumi Olimpián gyakorlatilag nagyon nagy mértékben neki köszönhetjük ezt a szenzációs eredményt. Én többször is lenyilatkoztam, hogy én ennyire jó sakkozni, még élőben női játékost 11 partin keresztül nem láttam, tényleg hihetetlen magabiztosan és, és óriási magas szakmai színvonalon játszotta végezt ezt a versenyt. Eredménye is meglátszik, hiszen, hiszen kiemelkedőt nyújtott. Most közben, azt Most közben azt nézem, bocsánat, ne arra, úgyhogy lehet, hogy a te mikrofonod nincsen behozva. Igen, most látom itt a, a rendszer hogy a te hangod az nem biztos, hogy bejön át, akkor ne haragudj, én, fog, én fogom a Ticiát meg a lányokat fölvezetni, most nem akarok ezzel babrálni, hogy a te hangodat is valahogy behozzam. Úgyhogy igen, ahogy említetted, korosztályos mezőnyben borzasztóan erősen játszott, itt két szenzációs eredménye is van, U14-es világbajnoki bronz, aki nem hallotta volna, és U14-es ezüst. Ticinek volt az elmúlt két évben, egy nagyon szép felívelő pályája. Több mint 60 élőt nyert szerintem, úgyhogy egészen 2371-ig húzta föl az élőjét, sőt, a maximum élőpontja 2385 volt, és hát azt mindenképpen említsük meg, hogy ő nyerte a magyar bajnokságot idén, a kieséses magyar bajnokságot, úgyhogy ő a regnáló magyar bajnokunk, és emellett még kétszer nyert, tehát háromszoros magyar bajnok. Ami szintén egy kiemelkedő eredmény, már 5. olimpiáján vett részt, nagyon is jó szokott játszani a versenyeken, például Batumi, Batumi jelbén kiemelkedőt nyújtott, és, és az utolsó táblán szenzációsan sakkozott. És nekem, ami még egy egészen elképesztő eredmény, ez a 11-szeres magyar csapatbajnoki győzelem, ugye a Nagy Kanizsának a csapatával. Szerintem ezt elég kevesen mondhatják el magukról, hogy 11-szeres magyar bajnokok, és Tizia ráadásul ezekhez a bajnoki címekhez nagyon komolyan hozzáteszi a magáét. Úgyhogy többször is a legjobb pontszerzője, vagy legjobb női játékosa volt a ligának. Menjünk is tovább, mert ö, fogy az időnk. Testvére Anita, szintén nagyon régóta a magyar egyik kiemelkedő női játékos, a hatszoros magyar bajnok, nyolcszoros olimpikon, ezek magukért beszélnek, ezek az eredmények. Anitának 2016-ban és 17 ben volt egy nagyon jó éve, ha jól emlékszem. Itt kétszer is ő nyerte meg a magyar női bajnokságot, és ö, bejutott 2017-ben, kivívta jogot, hogy a kieséses világbajnokságon játszon, ahol 2018-ban az első körben egy nagyon kellemetlen és nagyon erős játékostól esett ki. Jelenleg a magyar ranglista negyedik helyén áll, és hát ahogy láthatjátok, korosztályos és ifikorában is nagyon szép eredményei vannak, hatszoros magyar bajnok, szerintem ez is nagyon, ezt is nagyon kevesen mondhatják el, és U12-12 év alatti világbajnokságon egy szép ezüstérmet hozott a magyaroknak. És negyedik táblásunk, nem is negyedik tábla igazából, mert táblák nincsenek, negyedik játékosunk Pap Petra, aki most mindenkinek elmondom, hogy nem a testvérem, <laughs> sokan mindig megkérdezik, hogy, hogy a hugom hogy játszott, nem a hugom a Petra, csak, csak neki is pappal kezdedik a neve, Petrai szintén női magyar bajnok volt, 2378 volt a legmagasabb élője, szerintem ezt a tudást meg is játsza. Ahogy mondtam, az elmúlt másfél évben anyukai teendőket látott el, úgyhogy egy kicsit kiesett az olimpiai és európa bajnoksági ciklusokból, de most már szerintem kész a visszatérésre. Egyik kiemelkedő eredménye még, hogy 18 év alatti VB-n harmadik, negyedik lett volt versenybe, Ifjúsági Rapid Európa bajnok volt, ez biztos, hogy jól fog jönni a mai nap, hiszen Rapid partikat fogunk játszani. Háromszoros olimpikon, és a magyar ranglista ötödik helyén van jelenleg a Petra, és tavaly az Ajkai Rapid Magyar Bajnokságot, ha jól tudom, ő nyerte meg, úgyhogy ő a magyar bajnok Rapidban. Úgyhogy ne haragudj, Barbi, hogy... Hogy a hangod nem hallatszott, így kénytelen voltam én a lányokat bemutatni, de szerintem lassan indulnak a partik, úgyhogy visszaugrunk egyelőre erre a nézetre. Hallasz itt vagy-e? Én hallom. Igen, remélem, most már a kedves nézők igen. is hallanak, és a technikai. Talán gibákért. most már hallanak, igen. Legalábbis úgy tűnik, visszatért a mikrofon. Így van, úgyhogy egy perc van a kezdésig, és nyugodtan mondjuk el szerintem a nézőknek, hogy megkaptuk a chess.comtól tól a jogot, hogy mi indítsuk a fordulót. Úgyhogy pontosan tudni fogjuk, hogy mikor indulnak el a játszmák. Úgyhogy szerintem egy-két egy -két percen belül, sőt mondjuk azt, hogy egy percen belül indítjuk a, a, a partikat, úgyhogy a játékosokkal is közben kommunikálunk, azért, azért hívom fel így a figyelmet. Úgyhogy egy percen belül indulnak a játszmák, addig át is megyek a felületre, és mindjárt kezdődünk. Mit vársz Barbi, mi lesz az eredmény? Én nagyon izgatott vagyok, kicsit utána néztem a lányoknak, azért a nőisek mindig fordulatos, azt legutóbb is észrevettük, hogy egy nagyon egyszerű nyertállást négy-öt lépésben is képes bárki elrontani. Igazából remélem, hogy a magyar lányok meg tudják mutatni, hogy mit tudnak. Én nagyon bizakodom és szurkolok nekik, Kérlek, akik néznek és hallanak, írjátok meg, hogy mit gondoltok, mi lesz az eredmény, ki hány pontot fog. Ugye maga a rendszer olyan lesz, mint a Process League-ben, aki nem tudná, mindenki mindenkivel fog játszani, ezért nincsenek tabuk, tehát mindenki fog derülni, hogy ki lesz a legjobb. Akár négy óra valaki megverheti a másik csapat. Tót, mint ahogy a Process League-ben is volt, hogy négyből három ponttal, három és fél ponttal bejelentkeztek a játékosok, tulajdonképpen bármi megtörténhet. Így van. És akkor szerintem indítsuk is a játszmákat. Mindjárt a technikai résszel megindulunk, és azt azért mondd el, Barbie közben, hogy lesz azt egy mi? második mérkőzés is, kérlek. Így van, pontosan ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen a német válogatott ö, ifjúsági játékosai utánpótlása május 12-én fog a magyar játékosokkal megküzdeni, amit, ha jól tudok, Gábor, én is tagja leszek. Igen, igen, benne vagy a csapatban, jól tudod. Köszönöm, és majd majd, majd meglátjuk, hogy mit sikerül nekem produkálni. Én azért szoktam a neten játszani. A Maradj Otthon, ami itthon Magyarországon az egyik legnagyobb kezdeményezés. És, és ahogy látom, itt a lányok lassan már el is kezdik a fordulót, és térjünk át Térjünk át a szakmára. Elindultak a játszmák, kedves nézőink. Ne zavarjon meg senkit, hogy senki nem a valódi nevével fog játszani, hiszen mindenkinek ugye online felhasználó neve van és a chess.com nem tudta nekünk sajnos megoldani, hogy átírja őket az eredeti nevükre, úgyhogy majd mindig mondani fogjuk, hogy kiki csoda. Cukus néven Papetra Petra követhetjük, és Elizabeth Pets neki a neve azért könnyebben kitalálható. Mm. Kezdtük meg az első játszmát, és akkor nézzük is, hogy hogyan alakult a megnyitás. Tehát D4, E6, Ló 3 B6. A Pets Elizabeth nagyon szívesen játssza ezt a felállást. Futó B7, futó D3 c 5 c 3 20 f l 2 20 c 6 tart jelenleg a játszma. Én szokásos módon ugrálni fogok a partik között, úgyhogy nem fogunk sokáig leragadni egy partinál. Én azt nézőként is nagyon nem szeretem, hogyha nagyon sokáig elemzünk egy játszmát. Úgyhogy először csináljunk is gyorsan egy körképet. Itt gyakorlatilag egy francia szerkezetű állás jött ki, ahol a B7 futó elég furán fog állni nagyon sokáig, úgyhogy nekem a megnyitás az egyelőre tetszik. Ugorjunk tovább. Csang látjuk, helyen nem a Józsefin ellen, itt feketével vagyunk. Itt szintén egy francia szerkezetű állás volt, ami pontosan egy francia megnyitásból jött ki. Igen, és ugye Csangról mindenki tudja, hogy franciát szokott lépni, talán ez nem is volt meglepetés Józsefin számára, ha készült valami. Tehát Csang ö, egy nagyon egyszerű stratégiát folytat, megtanultam egy megnyitást, én tudom a legjobban a világon mindenkinek jobban tudom, és azt meg fogom játszani. Hatodik, ha ha felkészül rám az ellenfél, nem félek semmilyen számítógépes és egyéb felkészüléstől, és a, nekem nagyon kellemes élményt hoz elő ez a játszma, hiszen ez a Csangnak az egyik olimpiai partia volt. Ha jól emlékszem, kit is vertünk meg? Talán Izraelt vertük meg, ha jól emlékszem és az egyes táblán Schweiger Júliát verte meg ebben a változatban. Nem vagyok benne százszerzelékig biztos, de úgy emlékszem, hogy ez egy az egybe ez a megnyitás volt. Ez a francia védelemnek az egyik mellékváltozata, amit Csang játszik, és ez a király hányos lépés, amit most lépett itt utoljára, ez, ha jól emlékszem, annak idején, mikor elemeztük a játszmát, ez egy újítás volt, úgyhogy ez a Csangnak mondhatjuk a specialitása, és meglepő, hogy a Józsefin egy kicsit most elkezdett gondolkodni, vagy... Valószínűleg meglepődött ezen a lépésen. Igen, azt akartam mondani, hogy vagy az van, hogy én emlékszem rosszul, és nem pont ez volt a játszma, vagy csak próbálja eljátszani, hogy, hogy meglepődött. Még egy dologra hívjuk fel a nézők figyelmét, a játékosok neve melletti élőpontszám, az természetesen nem a valódi élő tükrözi, hanem ezen a csak a chess.com-on játszott élőpontot, tehát a hely nem a Josefinnek nyilván, aki a bemutatkozót követte, tudhatja, hogy nem 1200 élő a pont száma. Jó, menjünk tovább, itt még szintén Igen. a mennyitásban vagyunk. Nézzük Angie Chess. Angyal sakkozó garan, itt a 83, itt vagyunk fehérrel, ugye? És kedves feleségem ellen egy szicíliai védelem volt, talán, ha jól látom az állást. Nem, a nem, nem. védelem volt, csak arra hasonlít, hanem a rosszolímonak a, az egyik e változatában vagyunk benne, de Anita azonnal meglépte a D4 lépést, így alakult ki egy fő szicíliai szerkezet. Szerintem, ha jól emlékszem, ez még egy változat, és nagyon gyorsan lépnek a lányok. Ugye a lányok szeretik gyorsan kipakolni a mennyitást. Ha jól emlékszem, Barbi, te is ennek vagy a híve, rengeteg olyan partit láttam, hogy csup kipakoltad az otthoni felkészülést, és, és ameddig tudtad, addig az táblán volt. Igen, valóban. Ameddig tudom, addig kiteszem, de azért tudjuk, hogy a lányok összességében nem feltétlen mindenki tudja olyan egyszerűen megegyezni a változatokat, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy most mivel készültek a lányok. Ez egy elég éles állásnak tűnik itt egyből. Ugye ez a H5 lépés, amit Szára lépett, ez egy elég agresszív h 4 fenyeget, világos meg is állította, és szerintem itt feketében nagyon vigyázni kell. Ugyanis, hogyha ez a huszár esetleg megérkezik C4-re, egy bástyát a nyílt vonalra teszünk D1-re, fekete hova fog sáncolni? Ugye szokásos kérdésemet föltehetjük. Valóban a G7 gyalog. Védelemre a szorul C7, a sötét mező Vezért nyer, nem nyer vezért? Úristen, mi történik itt? Ez még lehet, hogy egy változat? Nagyon gyorsan lépte a szar, egy majdnem, egy vezére. De várj, most futó C7, futó Hany, vezér G7, és vezér F6. Ez még lehet, hogy valami készülés. Ezt annyira gyorsan lépte, így hirtelen nagyon. Na hát Gábor, meglep az asszony azért. <síns> <tőle>. <síns> Ez is újdonság, Ilyeneket az asszony? <síns> Igen, jó, menjünk a negyedik partira, itt bár nagyon, nagyon szívesen maradnék, mert kíváncsi hogy mit fog lépni az Anita, de nézzük meg Ticinek a partiját, itt feketével vagyunk, Melanie ellen, ugye Melanie egy E4-es játékos, és Ticinek a kedvenc megnyitása jött, szerintem Ticiliai, ti -ticilia én úgy szoktam hívni, amikor a Tici ezt játsza, <laughs> Rauser változat, futó E2-es. Most a nézőkkel megosztok azért egy kis titkot, hogy mi ezekre a játszmákra elég komolyan felkészültünk a lányokkal, Úgyhogy ez a 20F3-as változatot konkrétan még elemeztük a TICI-vel, meg is mondom, hogy meddig. Futó E6, Futó F1 vezér, A5, Futó D2 vezér, D8. Ez még készülésünknek a, az eredménye. Ugye ez egy nagyon érdekes lépés, ugyanis feketebb, most lépett vezéraöltőt, és futó d 2 vezér d 8 reagálunk. Tehát, ha világos most futó C1-et lépne, akkor fölajálhatna a lépés ismétlést is ezzel a döntetlent. De az volt a stratégiánk a Ticivel, hogy Melani nem fog ebbe belemenni, mert az kicsit kellemetlen, amikor egy csapatmeccsen világossal ennyire gyorsan döntetlen játszol, és bejött a stratégia. Hát igen, gyakorlatilag 10 lépésben aztán. Ki tudja még, hogy a csapat hogy fog Igen. állni. Ugye a többi játékos nem tudja, hogy milyen eredmények születnek, csak az, hogyha véget ér egy forduló és kezdődik a következő. Így van. Közben arra kérlek, Barbi, egy csetet is figyeld, nem tudom, hogy mi történik ott, de kommunikáljunk a, a nézőkkel is. Igen, írták, hogy hallanak, szerencsére. <laughs> ja, hogy lehet, hogy ezért nem írnak, mert senki nem hall minket, és csak magunkat szórakoztatjuk. Remélem, minél többen vagyunk, tényleg ez egy kiemelkedő meccs a németek ellen, úgyhogy nagyon izgalmas lesz. És Bástya C8-at lépett a Ticén, arra emlékszem, hogy itt nagyon gyorsan d 5 lehet játszani feketével. Most jött meg a futó C1. Ugye feketével azt kéne elérnünk, hogy megrántsuk a D5-öt, felrobbantsuk a centrumot, hiszen ez egy gyenge gyalog, egy visszamaradott gyalog a D6, ezt a szerkezeti problémát kell megoldani feketével. Tici úgy látom ezt még előkészítette, viszont innentől kezdve egy teljesen másik irányba ment el a játszma, ez is egy nagyon tipikus szerkezet a szicíliaiban. Nagy dorfokból szoktak kijönni az állások, illetve a Svesnyikovnak az egyik speciális változatából. Én nekem tetszik ez az állás. Fekete mező stratégiánk van, huszárunkat be, cementeltük B4-re, másik érkezik C5-re, és nagyon egyszerű a tervünk f -tel. Itt tetszik, ahogy alakult a megnyitás, itt tartunk jelenleg. Ugorjunk vissza, nézzük meg a fejleményeket. Nézzük Petra. Petra ugye a cukus, aki esetleg lemaradt róla. Most itt az ellenfél felkínál nekünk egy olyan lehetőséget, hogy megőrüljünk Huszár e 6 tisztádozattal, de úgy látom azért az kicsit túl bátor lenne. Ugye F ütéje 6-ra futó éhat sakkal tudnánk szétrombolni az ellenfél gyalogszerkezetét, de király D8 után valószínűleg elmászik, úgyhogy ez egy kicsit túl optimista. Ennél azért komolyabb lépés kell, vezér Hogy állunk itt? Nekem tetszik az állás. Az f gyalog gyenge alapvetően. Néha-néha leüthetünk e 6 valamilyen tisztáldozattal. Azért Petra is aktív, támadó játékos, ez látszik is eddig a partiján. Úgy látom, hogy feketével egy, egy nagyon nehéz probléma van, hogy ha be tudna sáncolni fekete, az nagyon kellemes álláshoz vezetne, viszont az f gyalogot nem Igen. tudja ott hagyni. Ezért c 6 lépett Petsz Elizabeth ugye van feketével, valószínűleg ő is rájött, hogy ezeket a huszárüti E6, huszárüti F7, várj, most huszárüti F7, most huszárüti F7, mi történik? Királyüti F7, vezér G6, nem nyertünk? Futó hát az nagyon-nagyon gyanús. Hát a Petra ezt be fogja nyomni, gyerünk Petra, áldoz be a lovat. Bátran, mondtam a lányoknak, hogy bátran játszatok, ne higgyük el az ellenfélnek, hogy jobbak. Hát várj, most huszár F7, király F7, még futóüti G6 is van. Hát ez, ez le lehet, hogy konkrétan itt nyertünk. Petra ezt be fogja ütni. Figyeld meg, itt is maradunk ennél a játszmánál, Huszerüti Efetet okay. várjuk. Várjuk meg. Üsbe Petra, ne gondolkodj sokkal tempusan kell játszani, nagyon veszélyes ez az online mert hogyha lemegyünk időbe, hiába nyert az állásunk, Igen. gyorsan kell játszani. Számolja nyilván, nyilván a Ló számolja Petra, üsd be Szerintem nézzük meg a következőt, mert hamarosan úgyis megérkezik a megértést. Valóban. Jö. Nagyon szép. Így van. Ez nagyon szép. Itt most gyorsan végre lett a játszmának. Futunk egy kör, de hát, itt. Itt, itt szerintem az Elizabeth most egy percet bele fog tenni ebbe, hogy hogyan éli túl. Nézzük Sángot. Ez... Kicsit lement időben ez az állás nekem még mindig nagyon hasonlít a partiához, viszont egy nagyon érdekes lépést látok itt Huszár f 4 mit fogunk csinálni? Tervem az lenne, hogy f G6-ra Huszár G6-sak és Vezér 3 mattal kínállak meg. Huszár F4-re 20 F8-at fog lépni a csang. És kivédi a 20 g -t. Ugye 20 F4 azzal fenyeget, hogy Huszár g 6 után a hágyalogott G6-ra terelés vezér H4-en bemattoljuk a vezért. Én emlékszem erre az olimpiai partjára, amit említettem, hát nem tudtam nézni a játszmáját. Tehát tényleg úgy, úgy éreztem, hogy itt hatalmas nagy mattot fog kapni fekete, mert, mert nagyon gyanús az állás. De csang, ha valaki, akkor a csang ezt ki fogja védekezni. Igen, most, most nagyon kritikus a helyzet, minden lóg. Úgyhogy. <laughs> 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 Ugye EUTF-et nem biztos, hogy lehet lépni, mert GF után a futó kötésbe marad. Fú, de érdekes állás egyből. Nagyon, nagyon, nagyon összecsaptak a, a lányok, nem? Igen, egymás torkának ugrottak, ahogy tűnik. Nyilván mindenki nyerni szeretne. Persze. Ez egyértelmű. Nézzünk tovább. Itt mi történt? Ugye a vezér G3-nál hagytuk abba, ott jött a futó E7, leütött az ellenfél G7-re, futó F6, vezér G3, most futóüti B2-re mi volt a trükkje fehérnek? Lehet, hogy azt odaadja, és jön Le, a 20 D2, 20 r Lehet, hogy csak igen, igazad van egy minőségáldozat, odaadjuk a bástyát, visszajöttjük, majd később a 20 megérkezik d hogy és Szára úgy döntött, hogy h 4 üt, vezér D3 futó f visszament, ló D2, és kiszedte a futópárt, ló előtt, futó előtt, futó eljött, ló 4 nél tartunk. Ez is egy nagyon ö, érdekes parti Ugye fekete középen ragadt a királyával, viszont fejnek a királya sincs annyira biztonságban, arra gondolok, hogy egy vezér G5, bástya G8-as ter, futó nagy átlóra kerül, ö, feketével Ezeket a tervek, ezekre a tervekre kell figyelni. Világos meg nyilván megpróbálja a csakot egy jó pillanatban. Most e mi, mit tud lépni? Vajon mi szól e ellen? Igen, e az egy elég komoly lépés. Ezt a futó f F4... 20 gyakorlatilag védhetetlen, be kell áldozni. Ilyen... Nem is tudom. Nem jött meg az E5, de most viszont tényleg az a tervünk, hogy meglépjük az E5-öt. Menjünk egy lépéssel vissza. Mi lehetett E5-re? Vezér h 4 se volt, mert G3. Az elég erősen szóba jön, igazad van. Most futó F3-mal ugyanez a terve az Anitának, csak még a bástyát is meg akarja támadni, de így viszont nagyon átlátható. De most vezér h 4 re már G3. Most ezért hány még G3 működik, mert nem, lesz örökös sak. Igen. Futó B-t, és most van nagyon nagy kérdés, hogy mi történik. Most viszont e lehet, hogy van vezér H4. Húha, azt ne nézzük el. E5 vezér H4, G3-at kell lépnünk, és futó G3 után, ha jól látom, <laughs> nagyon nagy a baj. Azt, azt, szerintem, a, szerintem Igen. az Anita ezt észre fogja venni, úgyhogy lehet, hogy elő kéne készíteni. Nagyon éles parti ez is. Nézzük meg a ticiét. Húha, itt is történtek az események. Jó van, tempussal játszanak a lányok, szépen tartják az időbeosztást. Első ránadésre. És a kapitány kapitány utasításokat, igen. Általában ez szokott lenni, az elején még tudják tartani, és utána, amikor elindul a káosz, akkor pedig már, már esik szét a tábla. Azt mondják, hogy Elizabeth közben streameli a partiját. Ez így van, ez így van, ezt engedélyeztük, neki igen. tudunk róla. Ennek ez volt a kérés és feltétele, hogy hagy népszerűsítse ő is a játszmáit. Ö, bízunk benne, és kértem tőle, hogy természetesen a csalás minden formájától zárja el magát, tehát nem néz, ne nézhesse a csetet. Ha jól tudom, a MuziCsuk Annával közvetíti ráadásul a Partikat, aki ugye női világbajnok. Úgyhogy. de, de <laughs> Igen, valószínűleg legjobb címbarátnő. Igen, is. nagyon jó barátnők viszont megígérték, hogy az Elizabeth partjáról nem fognak beszélni. Tehát a megegyezés az, hogy az Elizabeth beszél a saját partjáról, MuziCsuk Anna pedig a másik három játszmáról. Vissza fogom nézni azt az adást, tehát bármit bármi gyanús lépés ott történik, arra rá fogunk nézni. Nézzük is meg akkor az Elizabeth partját, hogy túl tudta élni ezt a huszár Jött Huszár Efét áldozat, Király ö, Aki nem tudná megtalálni a partikat, hogyha a chesscom a távcső ö, kis ablakot nézi a live chess belül, akkor a felhasználó neveket beírva megtalálja a partikat. Például Petránál Cukust, ha beír, akkor meg tudják találni, és megkereshetik. Így van, tehát a játék fülön az élő sakra kell kattintani, és jobb oldalon a Alul a menüpontban lesz egy A chat, chat, a chat mellett, mellett, mellett a távcső. van ez a kis távcső. És ott az összes partit közvetíti a chess.com. Mert többen kérdezték a chaten, hogy legyen világos, ott meg lehet keresni a játékosokat. Abszolút mondjuk el a nézőknek minden információt, mert uh, nyilván annyira izgalmasak a partik, hogy egyszerre mindegyiket kéne követnünk, de nem tudjuk. Szóval nézzük meg itt, mi történt. futott futócény bástya áram egy tipikus harmadik sori bástyás felhozatal. Itt tartunk, visszanyertük a tisztet, teljesen nyerve vagyunk. Mm. Tehát itt, itt, most itt, vezérgélyét itt, itt vezérgélyét konkrétan ma? nyertünk. Itt Azt konkrétan nyertünk. Petra felta. az ellenfél legerősebb játékosát bemattolt a 30 lépésbe, kedves nézőink, szenzációsan indul a mérkőzés. Nézzünk tovább. Itt pedig van egy tiszt fórunk. Jó van, csajok. Hát mi történik itt? Az első forduló egyből elkapjuk a németeket. Itt mi történt? Az ellenfél milyen trükköt nézett? Hát most tényleg... El akarom mondani, de mintha egy az egybe ez történt volna a csangpartjában az olimpián. Kedves nézők, akinek van sakkadatbázisa, nézze vissza ezt a játszmát. Én szerintem egy az egybe ezt a trükköt ö, sózt el a csangabba a partiban. Hihetetlen. Szerintem szinte megegyező volt a parti. Még, még ilyen lépésekre is emlékszek, és itt, itt néztél az ellenfél a tisztet. Itt lépett egy óvatlan huszárefnél, és g után hopp egy tiszt lekerült. Ez egy. Akinek van kedve nézen utána, és írja meg nekünk, hogy meddig egyezett meg a parti, és esetleg hol járthatta ezt. Én egy 2018-as olimpiai partira emlékszem, feketével az izraeli csapat ellen, körülbelül 5. vagy 6. forduló, ott keresétek, de nem vagyok benne 100% biztos. Na nézzük meg, hogy Anita hogy áll, ez az állás is nagyon jól alakul, hiszen az ellenfél királya továbbra is középen, ez a D5 lépés ez? Mi volt? D5, ED, futó D5, ezt miért kellett ezt a D5-öt lépni? Ezt érted ezt a lépést? Ez lehet, hogy egy egér hiba. Hát itt maga, Nem önként hiszem. magamra nyitom a királyt. Hát ez egy sima gyalog. Hát ez nagyon-nagyon jól alakulnak a partik. Lehet, hogy egy óriási győzelemmel indulunk meg az első fordulóban. Petra megverte az Elizabettet, Csangnak tisztforja van a Heinemann Józefina ellen, szerintem Anita nagyon-nagyon jól áll, magasabb szinten szinte nyerve, és akkor nézzük meg Ticiának a partiját, itt is nagyon jól állunk. Egészen hihetetlen jó kezdés egyelőre a lányoktól, de hát, hát hány, hány ilyen meccset láttam én már <laughs> élőben végig, hogy, hogy tényleg úgy éreztem, hogy kezünkbe van, már vezettünk, már egyet -egy nyertünk, a többi jól állunk, és utána megfordultak a játszmák, de hát itt is F4-et meghúzzuk, Ö, teljesen, teljesen. Ticit ismerve meg is érkezik az F4. Tici megfelelődik, szerintem az f 4 től egy Igen. nagyon jó pragmatikus játékos, szerintem ez az állás, ez nagyon fekszik neki. Egyetlen egy dologra kell figyelnünk, lányok, hogy ne menjünk le időben, mert akkor el, el, eljöhetnek a hibák. Így van. Na nézzük akkor szerintem többieket. Szerintem uh, Anita és Tici partia, mert a Csangnak Igen. tényleg tiszt fória van, tehát szerintem itt előbb-utóbb vége lesz a játszmának, ezt nem kell követnünk. Igen. Nézzük meg itt mi történt. Futódélt, vezérdélt is itt. Hány gyalogunk van? Számoljuk meg. 5 a 4 ellen, for, nagyon jó állás. Páscsa E4, és a fehér mezőnk, a milyenkek. Fehér a milyenkek. Király G7 itt tartunk, teljesen nyerve vagyunk szinte ezen a táblán is. Hát ez egy egészen elképesztő kezdés lehet. Lehet, hogy 4 0 indulunk, ezt, ezt el tudod te Vagy még korai. Előfordulhat. Mindig mondják a lányok, hogy nyugodjak hogy most meg, most meg a... nyugodjak meg, ne kiabáljam el. Igen, igen. Igen, egy egészen szenzációs kezdés. Mondhat, mondhatnám, hogy jó a kapitány, de inkább a lányok... <laughs> jó volt a készülés. A jó volt amúgy. Hány, hány helyen jött be a készülés? Mit gondolsz, mit láttál? Csangnál nyilván bejött, ő azt játszotta, amit szeretett volna. Természetesen a feleségem ellen nem készítettem senkit, tehát ott, ott nem tudom, hogy meddig jött Banitának a készülése. Ticinél ugye, ahogy említettem, egy az egyben, ezt elemeztük, és Petrával is azt találtuk ki, hogy a Petsz Elizabeth ezzel az E6-B6-os felállást fogja játszani, és szerintem ott is nagyon sokáig lehet, hogy kézbe tartottuk a megnyitást, úgyhogy nagyon boldog vagyok egyelőre, ezt, ezt kéne folytatni. Közben Cságnak a partia után néztek, és... Dankházi is azt mondja, hogy az argentinok ellen volt csánnak egy hasonló partia, valóban az olimpián 18-ban, ahogy mondtam. Nem az Izrael ellen volt, most már én is emlékszem. Igen. Nagyon az elején Argentinát megkaptuk, és ott volt egy ilyen elképesztő játszmája. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Az én, sajnos az én memóriám nem olyan jó. Horváth Józsi egészen hihetetlen ilyen szempontból. Ő, ő az 1990-es olimpiákkal is emlékszik, hogy ki melyik partiban mit játszott, úgyhogy ő a példaképem ebből a szempontból. Én valahogy engem mindig az izgalmak elvisznek, és már nem, nem emlékszem pontosan, hogy hol játszottuk melyik fordulóban. Viszont itt, ahogy elnézem, ez a parti is. Lowelf héttel most le tudjuk nyerni a Bácsát, és te, itt egy elnézés volt. Nem, nem, nem Igen, hogyha meg. hogyha a királyán nem megy ki, akkor 20 C4 csak fenyegetett. Anita, Anita, egybe nyerést ott hagyjuk. De... Igen. Pedig ideje is van. Igen, igen. Most már szerintem észrevette és tépi a haját, de mivel teljesen... Most, na most talán... Így van. Nem, nem, úgy látszik, ez a Huszár f nem akar meg. Most az ellenfél észrevette, viszont most F4 csak után vagyunk teljesen nyerve. Úgyhogy itt tényleg pár pontosat kell lépni. Csang partja hogy, hogy még megy? Itt... Egy kicsit engedtünk azért a szorításból, nyilván teljesen nyerve vagyunk, hiszen tisztfórunk van, de kicsit a királyunk el van vágva. Jó, azért ezt a partit úgy érzem, hogy meg fogjuk nyerni. Hát de, kellene de egy kicsit megnehezítettük szerintem még a dolgunkat. Ennél, ennél jobban is álltunk. Anita partjára visszamegyünk, itt tényleg nagyon nyerve vagyunk. Hát talán kövessük, akartam mondani, hogy kövessük ezt a partit, de itt is teljesen nyerve vagyunk. Úgyhogy Kedves nézőink, 4-0-val fog indulni a mérkőzés Én, nem szeretem az olyan kommentátorok, akik elkiabálják előre a győzelmet, de ezen a szinten ezeket a partikat meg fogjuk nyerni, úgyhogy én egyáltalán nem aggódom, hogy ez nem 4-0 lesz. Úgyhogy dőljünk hátra és élvezzük. Hát itt szerintem pár lépésen mat van minden fenyeget. Vezér H3, Bástya F3, Vége van teljesen, teljesen a játszmának. Most bástyűti f 3 fog jönni, feltételezem. Tici ilyenkor nagyon precíző, szereti az ellenfelet kínozni. Ilyenkor sosem értem, hogy miért gondolkodik annyit, már háromszor befejeztem volna a játszmát, de ő szereti a legprecízebben befejezni, úgyhogy én most is azt várom tőle, hogy, hogy, hogy euh, itt meg nagy matot fog adni. Szerintem most vezérhány a leg... Jó, bocsánat, vezér -leg az bástyán elnézés. Azt nem kéne. Hát lehet, hogy le fogunk ütni H3-ra, is. azt nézi, hogy esetleg a vezért el lehet-e vinni, föl lehet -e tartani, természetesen föl lehet de végül az egyszerűbb megoldás választotta. Király G2, most egy szép bástya h 4 rátámadnék a gyalogra. Így van. És gyakorlatilag gyalogminőség minőség for van, nézzünk egyet tovább. És bástya l is, hát itt jól állunk. van az Anitának is összegyűlik lassan az összes gyalogja a táblán. Négy gyalog, azért az... Talán a csangér kéne egy kicsit izgulnunk, itt 13 másodpercünk El van, és az ellenfélnek nagyon közel van a gyalogja az átváltozáshoz, viszont ha jól látom, pont nyerve vagyunk, hiszen király e 2 az egyetlen lépés, arra bástya egy után be fogjuk tolni a vezért, de itt egy picit a csang megnehezítette magának a dolgot. Most bástya egy, vagy bástya hat sakk talán, bástya hat az még, még jobb lett volna. Mind a kettő nyerő lépés, ez is teljesen jó bástya e hat. A bocsánat, Bástya a 1 és D1 vezért az ellenfél nem tudja megvédeni, hmm. csak be kell mattolni, de jól látom, kettő lépéses és mat van, hiszen D1 vezér, vezér F1 az mattal érkezik. Most nem látok a folytatást feketébe. Fehérre. Igen. Ellenfélnek is 10 másodperce van. Ugye a Top Challenge-en nem tudott Csang játszani. Ezt meg is nyertük ezt a partit ha, közben. Nem mondja Ittan. nyugodtan. Hanem Lepos a játszott, és ott történt egy egérhiba nagyon nyert állásban. Reméljük ma ilyen nem fog történni, de előfordulhat. Igen, sajnos az Csillan. online saknak ez az egyik rákfenéje, Igen. hogy az egér néha nem abban az irányban <laughs> indul el, amelybe, mi szeretnénk, és nem ütünk vissza egy vezért, vagy ilyen lépések is történhetnek. Közben, közben Anita is megnyeri a játszmáját, ez egy teljesen nyert gyalogvégjáték, fekete nem fogja tudni megakadályozni a G8 bástyát. És f 8 már. Úgyhogy itt 3-0-nál tartunk, hogyha ezt a part is beírjuk, szerintem Szára most fogja feladni ebben a pillanatban. Nem hiszem, hogy ezt végig fogja játszani, igen, nagyon korrektül feladta. Azért szeretlek, és egyen tovább, itt pedig egy bástya Így van, fóróban. eddig 3-0. Hát, hát, ez egy egészen elképesztő kezdés, hihetetlen. 4-0-ra nyerjük az első meccset. Itt egy bástya van is teljesen nyert állásunk, tehát ezért a partért sem kell izgulnunk. Lecseréljük időnk a vezért, is és szinte be. most fogja az ellenfél feladni a partit. És hát le is ez egészen a elképesztő. 4-0 az első parti. Közben be is írtuk az eredményeket. Hát szó nélkül maradtam. De egy ilyen boldog, boldog szó nélkül. Hát ez egészen elképesztő. Négy núra vertük az első fordulóban. Nézzük őket. meg, Tici, hogy, hogy felényesítette ezt az állását. Ugye a többieknél láttuk. Tici ne, nem. Mondhat, hogy ő eléggé precízen próbálja és, és maximálisan kihozni az előnyt. Ugye, amikor láttuk, még csak minőség előnye volt a végén, de nézzük meg, hogyan is sikerült ilyen hatalmas előnyre szert tennie. Szerintem eddig a pillanatig érdemes visszamenni. Itt, itt láttuk gyakorlatilag ebben a, a, helyzetben egyszer a játszmáját, és itt szerintem egy egyszerű elnézés jött világostól, lépett egy bástya a hármat, nem nagyon értem ezt a lépést, azt a D3 lovat próbálta talán kiütni, úgyhogy minőséggel beáldozni, viszont egy nagyon egyszerűs, praktikus megoldás következett, Tici leütött, és vezér h után az F4 gyalog az nagyon nehezen védhető, Ajba, nagyon aha. nehezen védhető, okay futó D3, Huszár D3 után el is esett, és az ellenfének pedig semmi ellenjátéka nincsen. Bástya B3 jött, megvédtük a gyalogot, és hol volt a következő kritikus pillanat, itt egy ideig szerintem csak szépen felosztuk a figuráinkat. Hát tényleg gyalogfor, minden tisztünk játszik, nagyon jól állunk, és talán itt volt egy nagyon szép pillanat, ahol Ticia kiszámolta, hogy ugyan több jó lépés van, de miért ne lépjük meg a legjobbat. E3 ez egy tisztádozat ugye, vezérült a D3, viszont L2 után az nem tudja ö, kivédeni az átváltozást, és innentől kezdve viszont szinte követtük a játszmát. Nagyon szép parti volt. Nagyon szép parti volt. Itt páran a csedben azt vagy hát konkrétan egy személy azt mondja, hogy, hogy, hogy a végén még nem kapsz a vacsorát, hogy az a az, mondja, sokat veszít. Érdekes volt, mert tegnap Szara még nagyon nyugodt volt, ez csak egy barátságos meccs, nyugodt volt, én is élvezem a közvetítést, ne izguljak miatta, én nyugodt leszek, én ha, a mi nyerünk, ha az ellenfél nyer, akkor is örülök, hogy, hogy egy kicsit tényleg tudtak a lányok játszani, de ma már nagyon, nagyon feszült volt az itthoni helyzet, mondjuk így, úgyhogy mikor megkértem, megkérdeztem, hogy ebéd, akkor hogyan alakul, mondta, hogy ő neki most nincsen ideje, készül, ne, ne zavarjam, ö, utána nem volt egere, akkor nek, én adjam meg kölcsön az egeret, hát mondom, hogy nem tudom kölcsön adni az egeret, úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy, igen, vigyáznom kell. Tehát Ticinek a partját láttuk, ö, ez nem, ezt tényleg nem értettem a Szárának ezt a d lépését. Még egy pillanatra ugorjunk ide-vissza, mert innentől kezdődött el nagyon Ja, ez még, még jóval korábban volt. Hol volt ez a D5-ös pillanat? Itt ebbe az állásba. Bástja FD-re D5. Ezt nem, nem értem ezt a lépést, hogy itt mi fenyegetett, hogy itt D5-öt kétségbe esve meg kelljen húzni. Az, 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 az oké, okay, hogy fehér első ránézésre jól áll, de hogy mi nem lehetett mondjuk egy vezér c -hetet itt lépni? azért nem tudom, ez a d ez nekem nagyon gyanús, hogy valami egér dolog lehet. Hát ez egy több szempontból is, rossz lépés. Nem tudom, hogy mit számolhatott el. Vagy lehet, hogy én nem látok valamit vezércétre esetleg. Hát ló B6 egy százat, az nem működik. Nem tudom, nem tudom. Itt, itt ezt, a lépést nem értettem ebben a játszmában. Csangnak nagyon másodszorra is bejött a király újítása. És hát dicsérjük meg ö, Petrát, hiszen az ellenfél legjobb játékosát nagyon-nagyon szépen megverte. Itt talán ez volt a kritikus pillanat, hogy itt említettük is, hogy rengeteg áldozat fenyeget, és ezt ö, Elizabeth is észrevette, és vezércéltal fogta az E6 mezőt, de amiről megfeledkezett, hogy most már nem a Huszár E6 fenyeget, hanem a LOF7-es áldozat. És itt nem vagyok benne biztos, hogy vezérgéhat volt a legprecízebb. Én G6-ot látom talán így első érzésre jobbnak, nyilván számítógép meg tudnám mondani viszont ez is egy nagyon szép megoldás volt. Egy perc múlva viszont kezdődnek a partik, a második forduló. Ki játszik kivel addig? Barbi, légy ö, a dolgot. Igen, a Lubbéval, Lubbe Melánival, a Péc Elizabeth Anitával, Tici Józefinnel, és Szere pedig Petrával. Így aztán... Ö, Melyik táblán vagyunk, ö, Látjuk. A csáng lesz fehérrel, és a Tici lesz fehérrel. Ezt, ezt a szín, a, ezt a oda oda. szájtást, ezt nagyon szeretem az olimpián, mikor a csáng és a Tici van fehérrel, és ők, ők nyomják keményen. Említsük meg azért, láttam közben, vagy a szidónia is megérkezett a csetre, vagy legalábbis korábban láttam, hogy a neve feljött, hogy a Sidi is természetesen ennek a csapatnak a része. Most nem tudta vállalni a játékot, de mondta, hogy szurkolni fog nekünk végig, úgyhogy... Üdvözlünk, Szidi hiányzol a csapatból, de sajnos csak négy táblánk van, úgyhogy... De remélem meg vagy elégedve a 4-0-val. Úgyhogy kezdjük is akkor a következő fordulót. Én közben megpróbálom a technikai részt levezényelni. Igen. És akkor indítsuk a játszmákat. Hallom közben a templom is. Tem templomi harang is elindított a... Harangszóra indulnak a, a játékosok. Barbi, négy núra vezetünk. Elképesztő. Egyébként a... összesen 16 parti lesz, tehát a végeredményben ugye mindenki játszik mindenkivel, ezért a 4 x 16 így könnyedén kijön, és ennek tudatában nyugodtan írjátok meg, így akár a 4-0 után, hogy valójában mire számítotok, Kedves nézők, kedves csetelők! Igen, elindult a második és forduló közben, gyújt. és ne bízzuk el magunkat. Én azt mondom, Barbi, mert pont ezért mondtam, hogy ez a meccs ez nagyon kemény lesz. Hiába vezetünk bármennyivel, ilyenkor az emberek kicsit rá tud erre görcsölni. Nem tudom, hogy a lányok tudják, hogy négy 0 vezetünk, ebbe bizony nem tudják. De ha tudják, nem ha tudják, tudják, akkor automatikusan beindul egy ilyen üzemmond, hogy jó, vezetünk négy úr, akkor csak én ne kapjak ki. Szépen lassan játszom, nem akarok kikapni, na ebből szokott az lenni, hogy, hogy nem a legjobbakat lépjük. És akkor a játszmák. Tehát első parting, csang. Akartam kérdezni, hogy egyenügyet lépett a Csang, de nem, egy D4-ből. Igen, furcsa. Egy D4-ből jött ki. Úgy... Ha jól tudom, Csang többnyire Trompovskit, vagy London-t, valamilyen hasonló szerkezettel szokott próbálkozni, ez egészen meglepő. É, ez nagyon meglepő, mindig elmondjuk, és most is elmondom, hogy azért egy online verseny kedvéért a topjátékosok nem fogják kiadni a legjobb megnyitásaikat, tehát azért azt ne várjuk tőlük, Bár pont az előző játszmában a Csang egy egy nagyon komoly megnyitás. Maga biztos franciát lépett, most szerintem lehet, hogy direkt ért el itt a megszokott változataitól. Ugye a Filidor megnyitásnak az egyik alapállását látjuk, és ez egy nagyon modern változat, ez az eu d 4 Mostanában áttért erre fekete korán leült Dénére és vezérült Dénére. Huszár C5, illetve Huszár B6-os változatok is vannak. Melani most Huszár C5-öt választotta. Nem tartják a legjobb mennyitások között ezt feketével de nem akarok megsérteni senkit, aki Fildort játszik, ez egy nagyon komoly megnyitás, viszont magasabb szinten elég ritkán látjuk. Menjünk egyet tovább, nem? Nézzük, igen. Nézzük, Nézzük Anita, Anita van, feketével, és megint egy olyan megnyitást látok a táblán, amit nagyon-nagyon sokáig készültünk. Ez az én ötletem volt, ez a korai h 6 felállás. Az Elizabeth gyakran játsza a londoni megnyitást és a G6-os felépítésekre mindig G5-re teszi a futóját, ugye ezt előre kiszámítottuk, és itt előálltunk egy viszonylag ritkán megjátszott lépéssorrenddel, és egy nagyon komoly eszmével, D5, végül D5 jött, igen, itt, itt, itt ért el az ellenfelé, D5, C5-öt szoktak húzni fehérrel, DC futó, E2 vagy futó c 4 jönnek a játszmák, D5 nem olyan jó lépés. Ezek után benne vagyunk egy benonis szerkezetben, ahol fehér leütött E6-ra, és fekete gyorsan ki tud fejlődni, és kényelmesen áll. Szerintem itt nagyon jól alakult a megnyitás. Igen, és mivel Anita szokott királyindiait játszani, sokszor a királyindia is átmegy ilyen Benoni szerkezetekbe, szóval ez neki egyáltalán nem újdonság. Igen, ez a Huszár H5 lépés lehet egy kicsit furcsa a nézők számára, de ez egy típus tervezekbe az állásba, állásokban. Fekete önként kiviszi a tábla szélére a Huszárját, viszont ezzel ezt a fehér futót ez teljesen semlegesíti nagyon sokszor g5 is meg szokott érkezni, bár elsőre egy gyengítésnek tűnik, de g5, futó g3, 20 g3 után néha még f 5 is meglépi fekete, tehát itt feketével lehet nagyon élesen is játszani. Nézzünk tovább. Partia, a partia Heinemann a Jozefin ellen, Igen. itt egy szimmetrikus angolt látunk, méghozzá annak az egyik főváltozatát. Ez a futó d2 lépés idáig gyakorlatilag főváltozatnak számít, itt korábban Huszár E1, Huszár C2, Huszár E3-mal hozták át világosan ezekbe a szerkezetekbe a lovat, de erre fekete pont a centrumban, futó E6 D5-ös robbantással, így a, így a modern főváltozat futó D2. Egy Papgábor Mihók-Olivér partira emlékszem itt. Igen, akartam is mondani, hogy szerintem erre volt partitok. Én a Barbinak a párjával játszottam az Olivérrel egy nagyon, azt hiszem jól jó emlékszem, száz fölötti lépéses partit próbáltam megnyúzni az Oliver, de kitartott a döntetlenre. Ló B5, futó E6, hát ö, úgy gondolom erre még voltak játszmák. Picit kellemesebb szerkezetek ezek fehérrel. Világosnak a főterve az, hogy meglépje a B4-et, ezek után le fog cserélődni az egész vezérszárny, és természetesen, mint mindig, ezekben a G3-as rendszerekben a G2 futónak a, az erejét próbálja meg kihasználni világos. Tehát feltételezem, Ticia már is azon gondolkodik, hogy a B4 lépést azt most lépje meg, vagy még Előkészítse-e. Oké, okay, és akkor nézzük meg a negyedik játszmánkat. Itt megint egy nagyon éles dolog történik. Ez miből? Elképesztő, mi van itt? Ez mi, itt mi történik megint. E4, C6-ot lépett a Petra, és az F3-as karokán a szálának az egyik kedvenc változata. Én bár nem annyira szeretem ezt fehérre ezt a fölépítést, de itt komoly elemzései vannak neki. És hát megint egy ilyen franciás szerkezet jött ki. Viszont itt első ránézésre azt akartam mondani, hogy feketével lennék, és Lúti -E 5 szóval Nagyon gyorsan játszottak meg itt az elején, nem tudom, hogy meddig volt ez fölkészülés, de Petra úgy látom nagyon elemében van. d E5, e f -5 g 5 3 hát itt nagyon jól állunk feketével, nem? Ha jól nézem, van egy gyalogelőnk. Van előnyünk. egy gyalogelőnk. Két történt gyalog előnyünk. Előnyünk. Az előtt utó egy császár, ennél többet. Igen, itt nagyon-nagyon jól alakult a megnyitás. Úgyhogy tényleg lehet, hogy a vacsorám az kezd egy kicsit <laughs> kihűlni. Kihülni, vagy inkább el sem készülni. <laughs> Igen, most g ez egy gyalog áldozat, de csak átmeneti, mert f fűti génére vezér h sakkot akar lépni a Petra, feltételezem. Mondjuk ott még 20 F2 talán van, de a fekete mezőkön annyira gyengén áll fehér, hogy nincs centrum a középen áll a királya, itt nagyon jól állunk. Jó! Közben itt az őjük Almási Zoltánt is, aki a cseten is igen aktív. Mit, mit üzen az Oli? Mit és mond? És azt mondja, hogy F7G5 tisztet nyert volna, Huszár E5 helyett. Huszár Üti E5 helyett. f 5 tisztet nyert volna, és akkor Huszár Üti E6-ra, Huszár Üti E6. E5, hoppá! Zolinak teljesen igaza igen. van ő ezeket a taktikákat egy másodperc alatt észreveszi, igen, köszönjük szépen. Tehát itt egy nyerés kihagytunk. FG-re úgy tűnt, hogy Huszár E6 menti meg a partit, de Huszár üti e után fehér vagy visszaütés arra le tudjuk ütni a lovát, vagy leüti a vezért, de arra sokkal ütjük le az ő vezérét, és utána ütjük vissza a tisztelt. Nagyon szép motivum. Sajnos kimarad, de ö, meg vagyok elégedve a is. Petra állásával, igen. Nagyon jó, ez az e futó, sötét mezők. Hát itt, itt szerintem most ma magasabb színvonal azt mondanám, hogy teljesen nyerve vagyunk. Tehát itt például most egy, ha csak nagyon ez szimplá játszok, és egy futó C3, vezér C3, ló 3 at lépek, vagy egyből ló E3-at lépek, rengeteg jó lehetőség van itt. Lassan már a vezérüti F2 vezérázóton is elgondolkodok, de azért ez egy kicsit túlzás. Igen. Igen. itt nagyon jól alakultak a dolgok, akkor fussunk még egy kört. Csang partiában úgy látom továbbra is szépen tartjuk a a térelőnyt, ez egy kicsit, kicsit kellemesebb állásnak tűnik így első ránézésre. de minimális, a, minimális az előny szerintem. Ellenfél próbálja cserélni a figurát. Ugye nyilván a németeknek is az a taktikájuk, hogy a csang ellen próbálnak nagyon odafigyelni, hogy azt a partit semmiképpen ne veszítsék el, ugye tőle tartanak, ő a legjobb játékosunk, úgyhogy Csang ellen nyilván. Szerencsére nem néztük el most a 20 f 3 futó B2-t, azért Csang már kiforrottabb. <laughs> egy picit. E játékos. Ennél egy jobb játékos, igen. igen. Viszont, jobban megnézve úgy látom az ellenünk az el is olvat, mert feketével itt nincsen probléma. Ez egy egál körüli állás, ez majd visszajövünk ki, de szerintem nézzük meg, mert a többi parti az biztos, hogy érdekesebben alakul. Itt, ahogy mondtam, Anita meg is lépte ezt a G5-20-as tervet, Bástya A8, és a kérdés az, hogy f 5 vagy d 5 öt lépjünk. Anita végül úgy döntött, hogy d 5 öt lép. Nekem az F5 lépés is nagyon tetszene. Anita a D5-t elrobbantott. ED futóíti, D5 futó, F1, B5. Hát uraljuk a partit, én úgy gondolom. És ebben a pillanatban döntöttünk, hogy a futópárt leadjuk. És huszára E5. Tetszik ez az állás, és így első ránézésre nagyon aktívan állunk. F5 futó, D5 király, H8 jött. Csak a nagy aktivitásban leütöttek egy gyalogot, vagy ez be volt tervezve? Így állunk most, vezér D7. Itt lehet, hogy ez az... Ez egy nagyon jó kérdés, hogy elnézés ez volt, az F5 vagy... lépés, ez szerintem egy trükknek indult. De mi volt a trükk? Hm. Úgy Hogy huszárüti f re bástyőti f akartunk lépni. Aha. És futóüti f re F3-at. Ez lehetett a trükkünk, csak kimaradt az egyszerű folytatás. csak huszárüti f 5 egy Próbáljuk igen. orvosolni a problémát, ebből a pillanatban itt tartunk, itt, itt most hirtelen, és ráadásul az Elizabeth-tel játszunk, most vissza tudtuk nyerni a gyalogot. Igen, most azt számolt, na várjunk, itt most nagyon konkrét az ásbás csüti -e kezdenünk, vezérüti effőttel kell kezdenünk, és szerencsénk van, mert ha leüti az ellenfél a vezért, és bás csányolsz sakkot ad, akkor nem kell ki, vissza nem kell ki lépnünk, mert arra belelépnénk a futóenébe, viszont itt világos nyilván jobban áll, nagyon gyenge a királyunk, ellenkező színű futós állásokban a, a király gyengeség az nagyon fontos. Viszont nem vészes, ha bástya elütött, meg tudjuk húzni, egy bástya cserére az nagyon jó lenne nekünk. Szerintem ugorjunk egyet, itt elindult a végjáték. Nézzük meg a tici partiját, tici fehérrel, számoljuk meg a gyalogokat, Ötöd gyalog, kicsit jobban állunk, nyilván megtörtént az a B4-es áttörés, amiről beszélgettünk. Hogy tetszik ez az állás neked világosabb, Barbi? Az a D5 futó elég jól néz ki. Azért még ez hosszú, hosszú party lesz, szerintem, ha nem lesz valamilyen konkrét elnézés. Igen, az aktivitás a mi kezünkben van, kicsit úgy érzem, tehát a D5 futó tényleg bika erős, viszont azért feketének is az A2 az kicsit kompenzációt nyújt, viszont fehér mezők... Most a b is log, Igen, így van. A fehér mezők nagyon el van gyengülve azért fekete. Itt nincs valami konkrétum. Nagyon gyanús ez az állás, de úgy látom, hogy a futó f sok állandóan benne van, de még a C6 20-ár védi a D8 bástyát, ló meg lehet indulni, arra talán ö, király G7 vagy futó E7, valószínűleg király g 7 fog lépni az ellenfél, kijön végre ebből a kötésből. Igen, itt próbálja tartani fekete az állását. Szerintem hmm. talán komolyabb problémája nincs is így első ránézésre. És akkor maradt ez a játszma, ahol nagyon jól álltunk az elejétől kezdve, hogy mondtam, Petra nagyon jó rapidozik, és nagyon jó online-sakban is, úgyhogy tőle tényleg extrát várok. Hát ezt egyelőre jól is. És nem hozzá. is lehetetlen, hiszen rapid magyar bajnok valószínűleg itt hogy 2D-ben, nem 3D-ben látja a táblát. ez sokat nem ezt, számít. Ezt őt nem fogja megzavarni. Tehát így itt kettőnél két gyalogfórunk van, futópárunk van, teljesen nyerve vagyunk. Bástya a kettő kötést én beletettem volna, de Petra inkább kivédte. Hát a H7 futó, H7-en uh, azért egy gyalogot. Igen, azt, azt akartam kivédeni. Lehet leütni, azt kivédtük, és most. most mihez fog kezdeni? itt egy E5 lépés, és figyelni kell majd az ellenfélnek, hogy ezt a futót is játékba hozzuk. Nem biztos, hogy ezt most kell megtenni. Számításban esetleg egy bástya, a három is most a futót, azt nem biztos, hogy végül is a Petra konkrétum mellett dönt. 25 meg fog érkezni. Szerintem futógén és sakkot bele fogja iktatni a Petra, és utána fogja visszaütni a gyalogot. De lehet, hogy azonnal visszaüti, az is nagyon kellemes. Melyik partira menjünk, Barbi? Melyik tetszett legjobban? Itt nagyon jól állunk. Ö... Hát, Csangéknál valószínűleg gyúrás itt van. Az Elizabeth egy, partjára rákatintok egy pillanatra, szemek. tehát itt ez nagyon egágyanús, ezt egyelőre szerintem jegeljük. Ugye Tici partjában szintén nagyon egál körül vagyunk, és Csang hogy áll, azt nézzük meg, mert itt valami történt. A tehát futóüti előtre úgy reagáltunk, hogy nem ütünk, nem ütünk le előtre. Ez szerintem stratégiailag egy jó döntés volt, ugye továbbra is a d gyalogot, ö, nyomjuk, futó A3, és itt megint egy D5. Úgy látszik a németek erre a D5 lépésre készültek fel az edzőtáborukban. Ez megint egy <laughs> számomra elég fura döntés. Így azért T5, 5 D5, és itt... Azt gondoltam, hogy az ellenfél terve valami futó H2-sak ló F4-es elugrás lehet, de arra ott hirtelen D6, és nagyon-nagyon kellemetlen lehetett volna talán az feketének, szerintem az nem is működött, lehet, hogy ez volt a terve, ezért lépett D5-öt is, most belátta, hogy ez nem jó, így viszont egy gyengeség ott maradt, nyilván a C3 gyalogunk se, se kellemes, ha itt meg tudnánk egy kicsit fogni az állást, de nagyon aktív fekete, tehát Huszára C3 gyalog is egy picit gyenge, Melani azért híres erről az aktív, dinamikus sakjáról, ha jól emlékszem. Igen. Hányszor játszottál a melanival. val nem játszottam, de a férjével játszottam, még Németországban másfél Aha. éve, vagy, vagy még annyi se. Akkor is a ugye, csapatverseny volt Oberligában, ban és elég aktívan játszott, és taktikában meg is a csapatársamat, szóval ott, ott első kézből láttam a Igen aktív játékát. Nagyon veszélyes játékos, viszont Csang, viszont, Csang leszokta ütni ezeket a gyalogokat, amiket ott hagynak neki. Kiszámolgatja szépen. Most uh, futő, futó 2 sakra, ugye, és akkor elindul a taktika. Igen, 20 elnégy. Most ugye nem szabad leütni a lovat, mert H2-vel elkérik a vezérünket. Ezt nem fogja elnézni a Csang. Nagyon aktív fekete, az kicsit, kicsit kellemetlen. Viszont van egy gyalog forunk és azért nagy baj nincs. Itt most pár jó lépéssel hatástalanítani kéne, kéne az ellenfél aktív figuráit. Jó, nézzünk tovább. Közben itt, itt egészen eldurvultak az események. Tehát nagyon... Füha. Hogy állunk itt? Az agyalog az szinte megfoghatatlannak tűnik, viszont fehér királya is egy mathálóban van benne. Most megpróbálunk leegyszerűsíteni egy Bástya végjátékra ezzel a Bástya D2-vel, nem tudom, az ellen... Nem lehet, hogy valami futó e Bástya H2 matra próbálunk Igen, játszani? Tehát itt, itt még, itt még ugye nem egy... ment a futó, megkötve kötve voltunk egy. Bástya D2, és, és most van. már nagyon erősen számításba jött ez a lépés, tehát bármilyen lépésre ez a mat, ez kellemetlen Ez volt. egy óvatlan futó c 4 így van, le kellett ütni Le kellett ütni, és most kérdés, hogy nem Bástya f 5 Bástya D tudunk húzni, az nem probléma. A5-re pont odaérünk a gyalog mögé, ahol a bástyának a helye van. Sőt, A6-ra még, a 6 még lehet, hogy bástya D3 sakra van időnk? Meg lehet, hogy bástya D3, bástya B3-ra is van időnk, és csak utána állunk mögé. Nem látom, hogy ott szerintem még, hát ha csak nem valami trükköt, egy van. Valami... bástya f 5 lépett, ezt most nem szabad leütni, Anita a szépen beadta a sakot. Úgy érzem, hogy ez egy döntetlen felé sodródik ez a játszma. Két-két gyalog van a táblán, ez nagyon-nagyon sima, döntetlen lesz szerintem. Bár Anita nem a bástya végjáték technikájáról híres, de az egyszerűbb bástya végjátékokban viszont jól játszik, úgyhogy nem lesz probléma. G5, király F7, szerintem meg fog érkezni a király H3, beadjuk a sakkot, leütik a H4-et, és van, hogy A5 után. Szerintem ez egy nagyon egyszerű, döntetlen lesz. Most egy király H3-at várunk az ellenféltől többi parti közben hogy alakul. Itt gyorsan átúrunk a tici partiára, itt van egy 4-4 gyalogos huszára futó ellen végjátékunk, ez döntetlen az állás, de fehérre lehet még próbálkozni, és szerintem fogunk is. Itt még szépen a fehér mezőkön följövünk, de objektíve döntetlen a parti. Petra, mintha egy kicsit engedett, engedett volna, vagyis engedi, talán nem is, engedett, de mindenképpen ellenjáték van a Szará... Ja, bocsánat, egy bástyát lenyertünk, de várjunk csak, nem lesz itt örökös sok? Nincs örökös 20 Huszárelfat, Bástya H7. Huszárelfat király f 8 at tudunk húzni. Bástya H7, futóbenye királyát, ne hogy egy mat matba beleszaladjunk, úristen. Bástya H7, és királyát után véthetetlen mattunk van. Bástya helyét ki kell találni valami nagyon komoly védőlépést. Sőt, hát Bástya után már Lódi hét sakkal dönt. Futó g van. Bástya hétre nincs van futó g Futóíti g van, és az, és az mm. elég is a partnak a megnyeréséhez. Jó, oké. Okay. Igen, többen is menjel. Igen, múltkor az egylépéses mattokat nem vettem észre, úgy látom, most is meggyűlik a bajom az ilyen egyszerű taktikákkal. Igen, itt úgy látom, hogy ezt a partit ezt meg nyerni, hogyha most fehérnek nincsen valami konkrétuma. Én nem látok közben. Ö, Anita a partia véget ért, döntetlen lett a bástya végjáték. Ránézünk a partiára. Szerintem ez még elhúzódik, úgyhogy Tici partijánál ez valószínűleg döntetlen lesz, hogy maradjunk egyelőre szerintem a ennél a játszmánál. Itt szarát talált egy szép kis taktikát, hogy futót visszanyerte. Ugye király E6 egy nagyon finom lépés volt. Nem ütött először bástya a H7-re, és itt lehet, hogy rá voltunk kényszerítve, vagy futó G5-öt lépjünk bár nem tudom, hogy egy H5 is szóba jött azért, azért itt lehet, hogy voltak jobb lépéseink. Petra az egyszerűt választotta, úgy gondolta, hogy mat semmiképpen ne legyen, és van négy gyalog és egy minőség fórum, ha nem kapok a körökös sakkot, akkor megnyertem a partit. És úgy látom, hogy nem fogunk körökös sakkot kapni, úgyhogy ez egy szép döntés volt szerintem tőle, ez a biztos. Jól alakul egyedül a második forduló is, nagyon, nagyon jól, jól. Közben, nagyon jól, ugye eddig van egy felpont, közben játszma, két felpont, Közben Tizia is véget ért, úgyhogy maradjunk szerintem egyelőre a Petra partjánál, és a csang csanggal fogjuk szerintem befejezni. Itt... Én úgy érzem Gábor, hogy te éhen maradsz ma este. Hát nem. Én azt mondtam a feleségemnek, hogy én a magyaroknak szurkolok, de azt szeretném, hogy ő viszont négyből négyet csináljon, és mi úgy nyerjünk. Hát ez már nem lesz igaz. Hát ez már megtölt sajnos, vagy nem, sajnos bizonyos szempontból. Ezért láttunk csodákat, ez az igazság. Viszont nagyon kell a lányoknak. Igaz, ez tényleg ez csak egy barátságos meccs, de ez egy nagyon szép önbizalomépítő győzelem lenne, ha itt most ezt a meccset maga biztosan meg tudnánk nyerni. Ez egy nagyon komoly német válogatott, tehát tényleg nagyon erős csapat találtak föl. Ha valaki megnézi a német élőranglistát, látni fog, erősebb élő pontszámú játékosokat azoknál, akik, akik, most játszanak, viszont ők már idősek, 50-60 év feletti játékosok, tehát ők már igazából nem is játszanak a válogatottban. Tehát mondhatni, szinte a, a válogatott csapatukkal játszunk, közben Szára sajnos elnézett egy tisztet, vagy nem sajnos, én már tényleg nem tudom, kinek szurkoljak ennél a partinál, úgyhogy Petra kettőből kettővel indít, és maradtunk a Csang partijánál, nézzük, hogy a Csang ezt az állást rá tudja -e nyúzni Melanira. Problémák nincsen, egálnál vagyunk, egál állásban vagyunk, időben, az idő fogja eldönteni ezt a partit szerintem. Vagy egy gyalogelnézés, de még vezére fedjünk van. Azért lesz, még pont vissza. egy picit kimaradhatott. Igen, azt nem, nem kéne hagyni, hogy akartam mondani, hogy tök szépen áll a vezérünk d mennyire aktív, és most lehet, hogy így lesz döntetlen a játszma? Gyakor Elképzelhető. Csak döntetlen ajánlott ezzel a lépéssel, és szerintem Melani vezér e léphetne, és egy kettős támadás, remélem ezt a lépést ezt nem vesz észre. A vezér D3. Viszont nem van rá vezér D3, igazad van. Igen. Viszont így viszont döntetlen lett. Jól van, hát egy kettős fél más felet írjunk be a táblázatunkban. És akkor csánk döntetlen ez? Nagyon-nagyon szépen alakul a mérkőzés, tehát jelenleg vezetünk, mindjárt felkülnek az eredmények. Ja, sajnos összeredményt nem, nem írtunk a táblázatunkban, ez az én hibám, akkor számoljuk össze a pontokat. Négy is fél, hat is fél, másfélre vezetünk a fél időben, kedves nézőink. És tartani fogunk egy gyors szünetet, egy pár percen belül jövünk vissza, és Antal Gergő fogja átvenni Barbinak a helyét. Köszi Barbi a szurkolást, tudom, hogy még ott leszel a háttérben, úgyhogy, úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok, egy gyors szünet. Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok, jó szórakozást. De. Üdvözlöm Antal Gergő, nagymester Ulaci. Gergő, követted az eseményeket? Álló, szia. Hogy tetszettek az eddigi játszmák? Üdvözlöm a nézőket. Igen, követtem az eseményeket. Megmondom őszintén, az első fordulóban már a megnyitások után elég pozitív érzésem volt, mert minden elég jól alakult, de négy ra nem számítottam, és azóta is tartják a lányok ezt a formát, úgyhogy. A meccs elején, vagy pontosabban a meccs előtt nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fogunk fordulni, de abszolút, abszolút pozitív. Igen, hát ebben már neked is van tapasztalatod, hogy a lányok, ahogy indulnak a megnyitások után, az általában nagyon szuper és nagyon jó, hiszen a nézőknek mondjuk el, hogy 2019-ben az Asztanai Világbajnokságra te ki a csapatot helyettem, és én akkor kerültem másodedző funkcióban, illetve 2018-ban, amikor ötödik lett a csapat, akkor annak a sikernek természetesen te is, te is részese voltál méghozzá nagyon komolyan, hiszen ott voltál velünk végig a versenyen, és szekundáltál a lányoknak. Hogyan élted meg ezeket a, a, az olimpiákat, EB-ket, vb ket Így van, így van, én is ott voltam ezeken a helyeken. Egyrészt nagy élmény volt, de ahogy te is mondtad, folyamatosan ups and downs, izgulni kellett, és megtanultam, hogy nincs beírt pont, még ténylegesen nem írják a pontokat, és rengeteg-rengeteg euh, meglepetés történt. Úgyhogy az biztos, hogy nem egy életbiztosítás hosszú távon ezt csinálni, hogy a előtte. De egy nagy élmény volt, igen, és azt megszoktam, hogy bármi történhet, és soha nem lehet biztosra menni ezeken az eseményeken. Hányszor volt olyan Skype sky beszélgetésünk a partik után, hogy csak bekapcsoltuk a Skype-ot, és hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt a meccset hogy, hogy nem nyertük meg, ekkora szerencsénk van. De egyelőre ma nagyon jól alakulnak az eredmények, de tényleg de. Uh, ne bízzuk el magunkat, bár óriási előnyünk van, hiszen 5 pont forral kezdjük a, a második fordulót, bocsánat, a harmadik fordulót. Úgyhogy kapcsolódjunk is vissza, én közben el fogom indítani a játmákat. Úgyhogy Gergő, Fölvezetheted a Partikat, hogyha előtted van a párosítás, esetleg hogy kikivel. Így játszik. van, így van, a párosítást látom. Feleséget fog játszani csanga, mm -hmm. Szára Csang fehér-fekete, így jönnek a Partik. Elizabeth játszik Ticivel, utána Anita lesz fehérrel, Józsefin ellen, míg a Petra fehér Lugbe ellen, úgyhogy Melanie ellen, úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog történni. Látom, el is indultak a Igen, Partik, ha én... ja, őket pontosabban. Úgyhogy, hát hasonló folytatásba reménykedünk, mint az első két forduló volt, és akkor nem lesz gond. Így van, elindítottuk mind a négy partit, kezdjük is az elsővel, ahogy említetted, Papsári, fehérrel, Csang ellen, és hát... Újabb jó kis francia. Tehát végül is akkor Csang azt a tak taktikát választotta, hogy engem nem érdekel, hogy ezeket a partikat a világ is látja. Én ezt a mérkőzést nagyon komolyan veszem, és, és a saját repertuáromat játszom ha jól tudom, ez a betolós francia, ez nem teljesen véletlen a feleségettől, ez a te szakterületed is. Igen, 2017-es Európa-bajnokságon magyarázta nekem a Sarah, egy megnyert parti mennyire jó a betolós francia, és utána gyakorlatilag mondhatni, hogy az ő unszolására kezdtem én is egy kicsit komolyabban elemezni, azóta rengeteget foglalkoztunk vele, és, és mindig előszeretettel játszunk, mind a ketten nagyon komoly elemzései vannak benne, pont az a mennyitás, amit most láttok a táblán, itt egy hatalmas újításunk van, és abba bízom, hogy az én kis kedves feleségem az én több 20-30 órát belőlt újításomat nem fogja meglépni, úgyhogy menjünk is hát a következő játszomára, de lehet, hogy meg fogja lépni, kíváncsi vagyok. Jó, Petsz Elizabeth játszik Ticivel. Itt egy nagyon hasonló mennyitást láthatunk, ami az Anita elleni parti volt. Ugye mind a kettőknek ezt a felépítést ajánlottam, és most változtatott az Elizabeth, ugyanis az előző partiban az E4-es játszottam, most az E3-asat. A jó hírem az, hogy mind a kettőre nagyon alaposan felkészültünk. Amit még a tá Meglepően nagy munkát fektettetek ebbe a mérkőzésbe, igen, az látszik, hogy nyitásilag abszolút. Közben kaptam egy üzenetet, hogy na nagyon jó, ja, nagyon jó hogy magyarázunk, csak elfelejtettünk visszamenni a játszmára, elnézést kérünk. Ezek a kis technikai dolgok. Így van, igazad van. Gergő, te figyeld a csetet légy szíves, mert... A... Tehát akkor bocsánat, visszamegyek eddig a pillanatig. tehát aki követte a Elizabethnek a Ticiani partiját, ugyanez a mennyitás volt. Igen, most már, most már reméljük, hogy mindenki látja. Ugyan a korai H6 C5-ös fölállás, futó D3, és itt a C-üti lépést készítettük elő. Ennek az a poénja ennek a lépésnek, hogy sokszor fehér világossal üt vissza, viszont ebben a rendszerben, hát itt futó elfőtő nem lépnék, mert mi futó e 2 néztük az állásokat, de sokszor d 2 7 akarjuk tenni a lovat. Ez ellenfél ld reagált, ez a normális, és ezek után pedig egy kellemes állás jön ki. És meglátjuk, hogy pontosan ez az egésznek a logikája, hogy viszont nekünk ezzel elemben még b 8 által lovunk. Úgyhogy itt a megnyitás bejött, ez azért egy nagyon éles állás, tehát már taktikák fenyegetnek vezérülti G6-tal. Most futó f re mit akar lépni a fehér? mert nagy lelkesen meglépte a, fut, a vezér c 2 vagy a futó c de futó f szerintem az egy jó lépés ebbe az állásban, mit gondolsz? Tényleg ez egy nagyon kellemetlen sorrend, amit itt kitaláltunk. Szerintem szakmailag is az egyik nagyon jó felépítés lehet ez feketével. Nem akarom itt tárolni a felkészülésünket, de de tényleg alaposan megnéztük ezt, és megpróbáltuk megtalálni a gyenge pontját ennek a rendszernek. Ezt a mindenit, gyerekek. Ezek a technikai hibák. Hát ez nagyon nagy hiba, hogy nem hallatszottál eddig. És most, most hallatszok? Most mondjuk most, most meg, kérem a csatörőket, hogy írják meg, hogy most már a hang visszatérte, vagy hallatszik-e. Szerintem most már hallani, hallaniuk kell. Úgyhogy, amit a Gergő eddig mondott, azt nem hallottátok. Szinte mindenről lemaradtunk, Gergő. Úgyhogy majd újra el kell mondanod. De nézzük a partikat. A partikra figyeljünk most, ha már futnak, így majd van. Mi történt? Nézzük meg ezt a, ezt a mennyitás, mert itt megint nagyon éles dolog történik. Úristen, itt változtunk egy tisztet. Mi ez a változat, Gergő? Egy pirtből jöttünk Aha, egy g G4 egy G4-es Filidor. Ja. G4 filidor. Egyik legélesebb vari, szerintem ezt a jobban értesz. Te, te ez ezt Gergő Fehérrel? Nem, én arra emlékszem, hogy a feketével készültünk szerintem még ezzel ellen a lakos Nikolettával, talán az olimpián néztük ezt a tavalyit, Fekete de... igen, én is emlékszek rá. Na és arra jutottunk, hogy meglepően bonyolult ez a g 4 és talán örültünk, hogy nem ez jött ki. Talán ennyi emlékem van az és egészről. Szerintem a Petra nagyon alaposan felkészült, ugyanis ha azt nem tette volna meg, akkor itt nem DUT-eljütött lépett volna. Ez egy tisztáldozat, biztos vagyok benne, hogy ez szintén felkészülés eredménye. Úgyhogy láthatjátok, hogy nagyon-nagyon komoly munkát lehet itt elvégezni már a partik előtt a sakban, és Barbival talán beszélgettünk az olimpiákról, hogy ott kérdezte, hogy mi történhet, mi történik. Hát ez történik délelőttönként és a partik előtt. Nagyon-nagyon komoly felkészülés a játszmákra. Új eszméknek a kitalálása, és, és egészen alaposan ki lehet most már a mennyitásokat elemezni. 13. lépés. Ha jól látom, ezen a ló előtt lépésen sokat gondolkozott a Petra, úgyhogy valószínűleg eddig volt neki Uh, egyértelmű, egyértelmű elmélet. Igen, de mi lehetett a, a Bástya Bényancon lepődtünk volna meg? K közben látom, hogy én még mindig Juhász Barbara neve alatt futok, de ez legyen a legkisebb baj. Hát ez direkt van, Gergő. <laughs> Bocsánatot kérek, átcserételek Antal Gergőre. Sa sajnos annyi mindenre kell figyelnünk, tehát azt mondjuk el, hogy egy ilyen közvetítést általában egy ilyen 5-6 ember szokott összerakni. Tehát, hogyha amikor a chess.com közvetít, akkor egy ember kezeli a streamet, egy ember indítja a partikat, egy ember közvetít, a másik meg a chatet figyeli, úgyhogy próbáltuk, próbáljuk ezt mi minél kevesebben megoldani. Na igen, de nem egyszerű feladat de egyértelmű. Rengeteg dologra kell figyelni, úgyhogy reméljük most már minden a helyén van, a nevek, a hang, a kép, úgyhogy elnézést kérünk a kis hibákért. Tehát itt tartottunk, igen, Bástya B8 20 T5 vezér A5. Tehát mi történik itt? Lehet, hogy a Petra egy másodszor is egy Huszárű f 7 tel fog a mennybe menni? Huszár F7 Tán... Az a baj, hogy ott még vezérüti A2. -s. Vezér A2. Hát igen, igen. Futó c egyszerűen, jalog az e ennyit nem sikerült észrevenni, igen. De, most nagyon, hirtelen nagyon éles állás. Nem is nagyon látom, hogy most nagyon, nagyon pontosan kell számolni világossal, mert ez kritikus pillanat lehet. Leüttünk, leütünk, F7-re, leütünk, F7 leütünk A8-ra, és azt mondjuk, hogy nem kapunk mattot, elég gyanúsan néz ki mi. Leütünk F7-re, vezérülti a és leütünk hány ra Igen, igen, igen. Hát ez szóba jön. Viszont tényleg nagyon gyanús. De valamilyen be kell gondolkodni, mert ugye tisztet áldoztunk már. Mondjuk huszárüti f hozzáteszem, királyüti f is van, és futó cén és sakk után. Még nem látom a mattot király 8 után. Az is egy lehetőség, igen. Bár ott szerintem hosszú távon hogy ez főleg egy ilyen partiba lehet könnyedén játszani talán. Ez egy nehéz pillanat. De mi lehetett itt az újítás? Mert eddig nagyon gyorsan játszott a Petra, és Bástya b 8 a kezdett el gondolkodni, de Bástya B8 helyett van másik lépés. Ez engem is meglepet, elég természetes döntésnek tűnik a Bástya B8, mi mást lépne. És belefeküdtünk, Lua 5 az teljesen logikusnak tűnik, és vezére ott most két lehetőség van, vagy a Petra valamit összekevert a mennyitásban, és ez pont nem jó, amit csinált, vagy még mindig jó, csak pontosan ki kell számolni. Ez a megoldás ez annyira... Mi lehet bár, itt a lehet, hogy terve? D7, ez elképzelhető, hát nem nagy, vezére egy mattok fenyegetni fognak, de futó H3-mal ki akarunk robbani. Hát ha ez működik és nyer, akkor gyönyörű parti. Nézzük meg a... Zseniális lenne. Nagyon, nagyon simán elképzelhető, hogy tényleg emiatt veszít ez a Báscsa b lépés, vagy az egész változat, amit Fekete megjátszott. Nézzük meg, hogy ez hogy lehet kivideni ezt a mattot. Vezér D8 egy lehetőség, de a következő Bástya D1 lépésünk, nem tudom. Így van, az nem tűnik jónak feketére. Jó, nagyon leragadtunk enni a partnert. tényleg borzasztóan izgalmas. Nézzünk gyorsan egy körképet, megközben a többi parti meg szinte befejeződik. Anita Józsefin ellen mi volt a megnyitás? Egy, egy ló c 3 zárt meg egy rossz olíva, szerűség. Igen, egy mellékváltozat volt, ebből jött ki egy szicíliai szerkezet, most nem akarom a partit végig lejátszani, egyelőre itt tartunk. Hát itt nem vagyok annyira elájulva az állásunktól, de probléma sincsen. De nem, állunk nem, rosszul. Állunk rosszul. Nagyon aktívak vagyunk a b a Igen, ]k. de fehérrel áll, kellemes állás, nem, tényleg jobban se állunk, gondolom, objektíve, de szerintem nem kell félteni itt Most az anitát. Előtt meglépnéd? Mert szerintem arra szinte kötelező a futóüt idéjött, és e... Én is van, még alapsort kinyitottam volna, de ami nem áthat. Bástra, C6 a C6-ra, a C6-ra mi lehet most a terv? C6 jött, úgyhogy még van időnk. Ezért akarok low d lépni, tehát fölkészülök egy l sakra, és ha leütöd, akkor ED-vel esetleg a C6 mezőt elveszem a bástyától. És utána, hogyha be tudok törni a hetes sorra, akkor át tudom venni az irányítást. Meg is lépte az Anita. Nekem ez tetszik ez a lépés. Nem hiszem, hogy sokat lehetett volna már várni. Most Itt lehet, hogy a C-vel ez is logikus, ha jó. Csak nehogy itt kidobják ezt a vezérünket innen valahonnan, most nem tudom, mi fenyeget még egy előre. c egy gyalogot egy kicsit árván hagytuk. Rosszabbul sem nem tudunk elni, mert az a meg a D6 gyalog gyengébb, mint a, vagy legalább annyira gyenge, mint a C4 Én gyalog. Szó rosszabbul álljunk. Közben föltettem egy eredményjelzőt összesítésbe, hat is fél, másfél. az nem maradt eddig. Jó, nézzük akkor a Petra partjára nagyon gyorsan menjünk vissza, hogy mi történt. Végül visszanyertünk egy minőséget, van egy minőség hátrányunk, de van érte egy. Kettő, kettő darab, gyalog? Négy, hat, igen, kettő darab gyalog. Ez egy jó állásnak tűnik így első ránézésre. Petra egészen szépen játszik. Ugye? És például futó, futó d 4 valamit amit elnézünk. Kesem, e semmit, az egy elős lépés. Egyrészt véd, másrészt támad. Hát itt nagyon jól állunk. Petra lehet, hogy behúzza a harmadik pontját. Nekem nagyon úgy Petra tűnik. Petra játszik. Nézzük meg elejéről a partikat. Ezt néztük, egy... ja, néztük ezt a partit, igen, ugye ez volt a felkészülésünk, és úgy látom, hogy nagyon szépen ki is jöttünk a változatból. Egál körüli állás, gondolom, semmi bajunk nincsen. Így van, semmi probléma nincsen egy itt szóval. se. Nagyon hát gyönyörűen egy alakul igen, minden meg megint. Nézzük akkor, Szára ellen itt nem árulok el a megnyitás részleteiről semmit, de úgy látom, hogy meg tudtuk fogni az ellenfélnek a támadását a vezérszárnyon, és most Csang is elindítja a támadást a másik oldalon g 4 Ez egy... Borzasztó nehéz állások, amik itt kijönnek, nehéz állások, Lehet, hogy fejre kiadnám ezt a futót erre a huszára, elüti d és utána valahogy megpróbálnék ezzel a huszára, vagy én a futó c rettegnék egy ilyen állásban, van. ha levitsz a c re Abban lehet, hát, hogy át kéne gondolom ezt a futóüti c 4 Jó, de mi más lépfehér? Nagyon be van nyomorodva, nem? Hát te vagy a szakértő ebben az állásban. Én próbálom játszani de azt, hogy hát nem hát... értek ehhez. Uh -huh. Hát mondjuk ez a lépés, ez nem tetszett se... annyira, de de én valamit reagáltam volna, tehát én attól g 4 valahogy ki kell védeni, tehát g kellett, hogy legyen valami terv, nem? Igen. Tehát, hogyha megengedte volna a fehér a g 4 és kinyílt volna az állás a királyszárnyon, akkor nagyon nagy én baj én Petros, van. Petrosz, Petrosz a típus lépés. g mindig h 4 van, h mindig G4 van. Fehér próbálja azt a szárnyat zárva tartani, és Huszár fegye vissza a Szára. Amúgy ő Barbie említette, hogy Szára nagyon taktikus játékos. Én ezzel lehet, hogy vitatkoznék, mert Sokáig én is azt hittem, de stratégiában nagyon, nagyon erős, és néha az egyszerű taktikákon ö, sikkad el, tehát ő nagyon szépen tudja a figuráit áthozogatni. Szerintem neki ilyen pozíciósa mennyitásokat kell játszania. De éri... Talán most jön 3-mal. Igen, 20 3 Ezt a ezt mindenképpen hosszú távon ki kell emelni, ezt nem lehet itt hagyni, mert fekete kontrollálja az egész vezérszárnyat. Viszont most kezd tetszeni egy picit fehérre az állás. Ugye a királyszárnyon problémája nincs világosnak, lehet, hogy a Csang is úgy fog dönteni, hogy elkezd visszarendezni a figuráit. Királya 8 Bástya C8. Mint hogyha itt megakadt volna a feketének a támadása, nem? Hát előbb-utóbb még a, lehet, hogy F6 le vissza, E5 kiderül majd, hogy mi történik. Azért ilyenkor a vezérszárny is elég biztonságos, tehát azt is nehéz elképzelni, hogy Hát futó b szoktak itt fehérrel próbálkozni, vagy hogy tud fehér előre menni? Hát alapjáraton azért C4 robbantásnak meg kell jönni. Fúha, itt a lányok most nagyon belehúzogatnak. F5 csang. Hát az F5 az olyasmi, mint a F6-ot léptek volna, gondolom, le fogják ütni futó F6, és Kérdés, hogy hogyan tovább. A c az továbbra is úgy érzem, hogy egy c félnek kinyitni a nagy átlót. A futóba az erősnek futó tűnik B5. nekem, mert a legjobb védőfigurát megpróbálja eltávolítani sötét vezérszárnyáról. Abszolút igazad van. És erre nem igazad van. Csak nem adta fel az álmait a, a, vezér, a királyszárnyon, viszont még továbbra se tud áttörni. Tehát viszont szerkezetben fekete nem áll rosszabbul. Továbbra is ez a... Vezér G6 esetleg most hirtelen. Igen. Megjelenni? Meg lehet. Jó, menjünk tovább, nézzük gyorsan a többi partit. Petra nagyon-nagyon támad. Megint történt valami változás, ezért f csak. sak. Futó jött egy f 6 e próbáljuk kicsomagolni az ellenfél királyát. Leüt... Most báldoztunk két gyalogot, tehát minőség hátra, van, viszont nagyon nyitva van az ellenfél királya. A kérdés az, hogy itt valami taktikával meg tudjuk-e bontani. Azért vigyáznunk kell a egy sakra. Ez az egy kicsit furcsa volt ez a, a, kettő gyalog beáldozás. ezt nem tudom, hogy miért volt kötelező, mert amúgy úgy nézett ki, mintha nagyon jól állnánk amúgy is. Most futó béni sakk, az milyen lépés? Az egy döntetlenre jó csak? Vagy lehet, hogy még arra sem? El akarom terelni a bástyát is vezér C8, de lehet, hogy utána a bástyát vagy visszatom nyerni, de szerintem Petra ezeket számolgathatja. Na, még visszanyered, a ha sak nem sakra ütöd le, akkor nem feltétlenül. Igen, mert akkor vezéró vagy benne volt, úgyhogy inkább egy védekezőt lépett. Nekem még mindig tetszik az állás. Nekem is tetszik, vagy mondom őszintén, nekem picit furcsának tűnt az a döntés, hogy az A2 gyalogot odaadtuk, mert kivehetett volna valami hasonló állás A2 gyaloggal, meg e gyaloggal. Tehát nem tudom, hogy mi volt az oka, lehet, hogy volt valami oka, amit nem láttunk, de talán egy egyen jobb verzióját is ki lehetett volna hozni ennek az állásnak, de továbbra is praktikusan ezt fehérrel könnyebb játszani de azért most már nincsen gyalogunk például a minőségért, és hogyha nem talál jó folytatásokat a Petra, akkor itt át tud fordulni a küzdelem sajnos. Igen, Bástya egy, egy ami nagyon tetszik, meg is jött. Feketének nagyon vigyáznia kell erre az átlóra. Amint, fehér, amint elmozdul a, vezérfutó vezér futóáron, mindig szóba jön, és azt szinte mat. Fehérnek a terve pedig elég egyszerű, Bástya D7, még mindig nem látjuk a mattot. Igen, amíg fekete nem tud a király F8-al kijönni, és a H8 Bástya játékba hozni, addig jól állunk, és nem látni ezt továbbra, hogy ezt hogy oldja meg az ellenfél. Úgyhogy ha ezt nem engedi meg Petra, akkor továbbra is a közben, jónak a közben személy. egy eredmény megszületett, Tici szépen tartotta az Elizabetet, tehát kétszer is olyan sokat nem néztük ezt a partit, de azt láttuk mindig, amikor ide néztünk, hogy aránylag egyszerűsödik az állás. És közben Anita pedig betört a hetesre, az ellenfél betört az egyesre. De minthogyha itt nagyon-nagyon jól állnánk. Most fehér lép, vezér C8. F7 az miért F7 nem ló? Az nem ló? Valamit nem Bástya H1? Hoppá. Hoppá, de szép. Ja nem, hát a vezér G3 van. Hát akkor... Ja, vagy a vezér F4 sincs a Bástya f de miről beszélek? É, igen, a Bástya H1, ez nem... nem. Itt mi van Bástya üti F7-re, és miért nem történik meg ez a lépés? Mit, ezt én se értem. a elfét az itt nyer. Mit, mit nem látunk, Gergő? Hát ennyire... Bás... valamit nem kéne. Nem értem. Ha valamit biztos nem látunk, de megmondom, szintén, én nem látom, hogy nyomom Básti Az egybe log, G7 a H1, Király H1, semmi. semmi. Én tényleg nem értem ezt a... Nem mondom, hogy a vezér nem jó lépés, mert tovább valószínűleg nyerő vagyunk, de Básti elfét az, mintha kivégzés lenne, és azonnal. Lépéssel rátok rá. Hát Bástyag ilyet se tudja. Az Néha egészen érdekes dolgok történnek ebbe az online-sakban. Vezér f Na, És ezt nézte is az Anita. Igen, Vezér F3-ra se látni szerencsére, hogy mit tud lépni fekete. Egy szekette, percet úgy, hogy... nézte az Anita, hogy Bástyag üti f 7 Lehet... Lehet, hogy mi látunk valamit. Cseten -cse cse 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 írnak valamit? Nem írnak erről semmit. Nem, nem értem én se. Tényleg Bástyag biztos vagyok benne, hogy nyert volna. Jó, Vezér F3 szintén jó lépés. Cukusnál közben, azaz Petránál megjött a vezér és most futóárom sakra mi jött volna? Mintha úgy érzem, hogy kihagynánk ilyen nagyon-nagyon egyszerű nyeréseket. Futó az nem nyert volna szinte azonnal, Gergő. Futó áram, király vezére, hat, király g hat, bástya király hát, legrosszabb esetben lenyerem a vezért. Miért kellett ezt ilyen finoman előkészíteni? Megint azt mondom, hogy ez nem rossz lépés, mert lehet, hogy nagyon simán nyerez is, de ugye konkrétumok előző héten hallgat, hallhattátok Erdős Viktor előadásában, hogy ezeket a sok támadás lépéseket ki kell számolgatni. Legegyszerűbb számolási technika, konkrétumok, kényszerítőre jövő lépések. Közben Anita megnyerte a vezére fel már föladta a Mozefina. Uh -huh. Akkor nem, nem mondhatjuk azt, hogy más után hamarabb ért volna véget a partij. Abszolút partját, jó ez, hozott. Partját, <laughs> jó abszolút, abszolút, abszolút jó döntést hozott. Nézzük meg ezt a partit, mert itt szerintem mindjárt mat lesz. Igen, itt ez is elég hát szépen itt alakul. Igen, a futóütjéjét, Bástya D8 és mattot adtunk kettő lépésben. Én szenzációsak van. a lányok, szenzációsak. Petra hihetetlen. Lehet, szem. hogy az online-sak. Egy pillanatra egy kicsit megijedtem, amikor megengedte a vezér a kettőt, de igazából nem engedte ki az állást egy pillanatra itt sem. Egy picit bajban, ugye nem nagy bajban, mert négy-négy gyalog van, Sőt, sőt, most nem tudom, lógott a G5, azt leütettem volna, most esetleg Bástya C6-tal az a gyalogra tud rámenni a csang. Bástya C6, Bástya H7, hát hogy ilyen ötletek Igen, vannak. Ott elindul az alapsori trükközés. És ott a H5-G5 gyalogok picit gyengék egy lehetnek. Dolog, nagyon nem tetszik, hogy 30 másodpercen vagyunk, Szárának pedig két perce van. Nem tudom, hogy mennyire fenyeget ez a bástya helyetes betörés. Ugye ez a futó dénél nagyon szépen fogja az állást. Nyilván egy futó E3 meg fog jönni, de akkor viszont az a gyalog gyengülhet el. Igen, most meglépte a szára a futó ármat, de most leütök, leütök, és bástya H6 után. Szerintem futó F4-et kellett volna lépni a szárának. Hát most futóti d 4 döntetlen térhet el fehér hogyha báldozza a bástyát, Ez le. Minimum döntetlen, vagy azért utána leüthetik, az kellemetlennek is lehet akár futó d egy bástya a 7 és bástya D7, vagy bástya G7. Azért nem félek attól a változattól, mert az a gyalog a nem fog bemenni, mert király 8 ott vagyok. Most, most a szára kezében van a döntés, hogy ezt tovább akarja játszani. Nyilván, hogyha az eredményjelzőre ránézünk, illene, de hát elveszteni se kéne ezt azért. Szerintem kettőből nullája van be fogja adni az örökös sakkot most, most nézi meg egy kicsit, van egy, egy, perc, 40 másodperc, hogy érdemese tovább játszani. Bástya a 7, Bástya G7 amúgy, ha objektíve próbálnánk megnézni a dolgokat, az milyen lenne? Bástya e nem látom, hogy mit akarsz ott. Megvédtem a, Bástya, megvédtem a gén. Minden hát, megvédesz. Ott, ott, ott feketével Egen. egyáltalán nem látok problémát. Szerintem, szerintem Igen, az örökös sakkot, szarabját. Nincs jobb. Igen, be is adta. Jó van, csajok, uh -huh. 3-1-es győzelem megint, egészen hihetetlen. Szenzációs. Hát ez Szenzációs volt. Játszunk. Tehát megnyertük a meccset gyakorlatilag, az közben, közben, mondjuk el, írjuk be az eredményeket, beírtuk az eredményeket, tíz is fél, nem, még egy, egy fél pontot vésünk be Szarának, és nézd meg az eredményezőt, Petra háromból három, és a többiek kettő pont. Ez azért nagyon fontos. Petra gyönyörűen is játszik, meg a többiek is igazából mindenki. A Pro Chess League-es mi volt a legnagyobb probléma? <kül> hogy valaki mindig rosszul játszott. És most a lányok közül nagyon ez szépen így. tartja mindenki magát. Tehát mindenki pluszba van, mindenki már nyert partit, ez azt jelenti. És még nem vesztettünk játszmát. Nem vesztettünk játszmát, ugye? Nem. Reményk voltak. Szenzációs. Hát ö, gratulálunk a lányoknak gyakorlatilag az utolsó fordul előtt megvertük a németeket, 9-3-ra vezetünk, de hogyha hallgatnak minket, amit ugye nem szabad, lehet, hogy nézték a közvetítést is, hallgatták a rossz lépéseinket? <laughs> Csak nem, 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 mondta meg, hogy nem szabad nézni a közvetítést, bár nem tudom eddig mennyi segítséget nyújtottunk, mert Hát ö... szerintem szóval pár, pár elnézést, amelyik csapat nézte a közvetítést, az az és hogy valószínűleg a németek követték. Jó, nézzük de hát ez nagyon-nagyon szép a lányok. melyik partit nem tudtuk annyira követni. Melyik volt a, az ajátszma? A, a tici néztük a legkevésbé Igen, szerintem, a de partiján. talán az volt a legkevésbé izgalmas is. Ugye a Petra partját de szinte végigkövettük, ugye? Szinte az elejétől a végéig láttuk. Nézzük meg a uh -huh. Tici-nél, mikor kijött ez a... Itt, itt történt valami érdekes, nézd meg! Hoppá! Tehát megjött a futó F-t, uh -huh. uh -huh és futó B3-ra egy Lódé négye megkínálta az Elizabettet. A mi első ránézésre Nagyon ez, ez egy van. érdekes döntés, és jónak is tűnik. Hát itt jobban áll, ebbe az ásba sokkal jobban áll fekete egy első ránézésre. Futópárunk. A lódén négy működik még, az is lehet jó. A Lódé Nekem tették az egy elgondolkodás. volt a másik lehetőség, de talán alán al 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 vezér. Igen, Lóbénének az a problémája, hogy arra elmehet a vezér pontosan, és ez nem annyira kényszerítő erejű, mint a Lóbéni. Tehát ez egy jó döntés stratégia, hogy nyitni kell az állást, és itt megfűszerezte a partit az Elizabeth, mert lépett egy futógénét. Ugye a trükkje az, hogy futóüti egy nagyon aljas huszár f sakkot készített be, futóüti F6, és hirtelen a semmiből egy vezér megérkezik G6-ra, ezt nem lehet visszaütni, a B3 futó köti a, a a a nagyon aranyos Szép motivum, ez a g lépés, ez egy egészen szép ötlet volt. És akkor itt nem talált jobbat a Tici, mint azt, hogy belemenni ebbe a végjátékba. A vezér C3, Bás itt egy gyalog van, viszont két gyalogló. Itt a kérdés, hogy tudtunk volna -e precízebben játszani. Mondjuk egy vezér c 6 nem? Arra futó D5 volt. Mit, mit lehetett volna itt lépni, Gergő? Keresem én is a megoldást. Mert király helyét után vezérüti B-t az úgy néz ki, hogy egyenlő. Meg tudtuk volna valahogyan ezt a gyalogot őrizni. Na várj egy kicsit, vezér B. Ja, vezér g 6 ra vezér B3-at akartam elsütni, viszont arra vezér G7. Arra mindig vezér G7 van, így van. Talán egy bástya véget, ha belemettünk volna egy olyan, mondjuk lépek egy B6-ot, vezér G6, vezér B3, ezt meg is lépem itt. De nem lépem meg, mert akkor elrakja a, a és nem tudjuk visszanézni. B6, vezér G6, vezér B3, vezér G7, király bástya b bástya c így. Hát A5, A5, a után, után, után valószínűleg ennek remiká, ennek hogy legyen az állás nagyon egyszerűen. De érzésre itt tényleg valamit, valahogy talán lehetett volna egy picit nyomást tenni itt fehérre. Itt az egy ilyen lépés ez, hogy Bástya C6. Futó D5 esetleg. És futó D5-re, igen. D5, és ott se tudok, igen. Nem, ellenkező színű futós végjátékokban sokszor ez az eredmény születik, hogy nem nagyon tudjuk megtartani a gyalogokat, és akkor innentől kezdve meg szerintem nem történt már komolyabb dolog lecserélték a vezért, itt lecserélték a bástyát, és egy elméleti döntetlen. Ugye világosnak gyalog forja volt a végére, már nem is lett, de ezért nagyon sima döntetlen. És akkor Anita partiát nagyon sokáig követtük. Itt a hibára vagyok kíváncsi, mert én vezőt itt valahogy nagyon gyorsan beengedte Józefin a bástyákat. Bástya C6, Bástya D7, ide, ide, Bástya c egy Bástya b és innentől kezdve valahogy Azért itt még nem tűnik ez annyira egyértelműnek. É, elég kellemetlenül néz ki, az f gyalogot, hogy tudod megvédeni. Ezt, ezt, nem szabadott volna valószínűleg engedni. Itt, itt. nem, nem szabadott volna megengedni, hogy beduplázzanak a hetedik soron. hiba, hiba. Kedves gyerekek, a bástya végjátékban az aktivitásnál nincsen fontosabb, úgyhogy akár egy bástya C7, vagy nem tudom, bástya D8 valamilyen lépéssel akadályozni kellett volna ezt a hetedik sori bevonulást. Ránézésre nem tűnik úgy, hogy azonnal probléma lenne, de egy vezér is rásegít erre a, a, az f mezőre, vezér F3, vezér H5, szétesik az állás. Nem tudod cserélni a bástyák. Lehet, hogy ez veszve van ez az állás, igen. Lehet, hogy vége van itt. És, nem is talál... és itt lépte ezt a Mysterious vezér C8-at, ezt nem nagyon értettük. Hát legalább megpróbáltam volna é. valamit, nem tudom, nyilván nagy a baj, de a vezér C8 az a számomra értetetlen lépés. Én szerintem lehet, hogy azt néztem, amit én néztem el kétszer, hogy egyrészt itt nem lesz sakk, másrészt vezér G3 van, és összeesett. Lehet, hogy ez történt, nem tudom, nehéz kitalálni. Petrát dicsérném meg nagyon. Nem tudom, hogy ez a vari eddig volt vari, de ez, hogyha működik ez a bástyadét futó H3, akkor ez egy egészen szenzációs parti. Ez, ez gyönyörű, igen. Ez egészen szenzációs parti nem is nagyon látom, hogy... Még egy perc van a partig, a következő fordulóig, úgyhogy addig még egyszer átszaladhatunk ezen a részen futó H3. Futó E7. adni kellett valószínűleg a lovat. Hát nem tudom, Bástya d nekem a logikusnak, és Bástya D1-re valószínűleg ott nincs védőlépés, ugye? Nem, hát annyira erősek a fehér tiszták, hogy nem tudja fekete kivédeni a támadást, nem tudja lecsélni a vezért. A vezért cserébe se tudja tenni, mert ezt a két mezőt fogja világos, vezérbőtre mindig futó d nyer ez lehet, hogy ez, ez, el, van, el, van veszítve, ez, ez van, el van ez az állás. Itt, mintha, igen, itt, itt mondtad is, hogy nem biztos, hogy a legprecízebben játszotta. De igazából meggyőző volt, amit csinált, igen, nekem egy picit ijesztő volt, hogy az a kettő gyalogot leütötték, és hogy hát, ha van valami ellenes feketének nem volt semmi a partiba. Itt, De igen, itt, itt, ugye itt, arra kell vigyázni, hogy egy bástyagét ugyan nyerne, ha nem lenne vezére egy mat. Így viszont nem nyer. Így viszont egy nem jó. nyer szépen kibontotta Petra a király, nagyon tetszik, ahogy játszik, háromból három pontja van. Ügyes vagy Petra, és akkor szerintem indul is, indítsuk a következő partit, tehát következik az utolsó forduló, 9-3-ra vezetünk Németország ellen, egészen zseniálisan játszanak a lányok, még nem veszítettünk partit, hát ha tényleg ezt így végig tudjuk játszani, akkor az egy szenzációs győzelem lenne. Hát remélem a német... Tehát a következő forduló párosítása, Csang játszik Elizabetten, Tici, Szarával, Melani, Anitával, és Petra meg uh, Józsefin ellen játszik. Reméljük, a németek, itt maradt, a németek itt maradtak még az utolsó fordulóra. Mert egyelőre... Szerintem megpróbálnak szépíteni az utolsó fordulóban. Biztosan megpróbálják. Legalább egy partit nyerni. Lehet, hogy ez a céljuk. És akkor ugye a Proces Ligának a, a rendszere, az úgy, az úgy, működik, hogy az utolsó fordulóban ér, ér, össze a gyakorlatilag a mezőny, ez azt jelenti, hogy a legerősebb élőpontszámú játékos játszik a mi legerősebb élőpontszámú játékosunkkal, és így tovább, úgyhogy most láthatjuk elvileg a szuper rangadót Csang és Petsz Elizabeth között. Itt egy London megnyitással próbálkozott, próbálkozik a csangő, ugye ennek is egyik szakértője, viszont amitől egy picit félek, hogy a Petsz Elizabeth is óriási londonos szakértő. Ugye nagyon kedveli ezt a mennyitást világossal, és az egyik legérdekesebb mellékvarit játszotta meg ez a korai vezér b os Úgy látom, ezzel a csankot egy kicsit kis ki billentette. Hát mit szokták csinálni a c 3 Az nem itt van. Én nem mi? tudom én. Azt mondom, hogy van egy olyan változat, ahol fehér bádozza a gyalogot, de az nem itt van. Huszár d 2 vezér B2-vel. Szerintem itt is azt kell lépni. Nekem valami olyan dolog rémlik, de az se itt van, hogy 20 C3 vezér B2, Huszár B5, Huszár A6, Bástya B1, vezér A2, Bástya A1 és Bástya a 6 terv valahol működik, de az nem igen, itt igen, van, igen, gondolom. Nem, nem, tudom, Lóciáron megjött, most meg fogjuk látni, hogy ez a vezérüti B2 ez működik-e. A tempó jött a futódét, tehát nyilván Elizabeth is tudja ezt. Csang meg szépen visszaemlékezett valószínűleg, hogy lóciármat kell lépni. Ennek a fej, fekete felépítésnek az a lényeg, hogy a típus felépítés világos, a C3-LOBD2. Itt ezt nem tudja megvalósítani világos, és egy kicsit más szerkezet jön ki, amitől azért fekete nem annyira tart. Jó, menjünk tovább. Itt Tici játszik Sarával, Tici van fehérrel, és egy LOF3, LOF6, C4, G6, és hát ebből gondolom egy G3-as királyindél lesz, így van ismerve a Ticiának a Mennyitásait. Kíváncsi vagyok, hogy szára milyen felépítést választ. Ugye ez egy hatalmas főváltozat. Rengeteg játszma van rá. Kicsit lassan játszanak. Tici, miért gondolkodott ennyit? Lehet, hogy van még kis internetes problémája lehetett. Jó, látom, a DOC 3 lépésen, harmadik lépésben gondolkozott egy percet. Aha, miért gondolkozhatott egy percet? Érdekes, érdekes, de végül úgy döntött, hogy, hogy belemegy a G3-as királyindiaiba. Főváltozatban vagyunk benne végül is. Szára 20 5 ös fölépítést választotta, ez talán a legtöbbet játszott verzió. Kíváncsi vagyok, hogy melyik irányba megy el Tici. Vezér D3. Ezt a mennyitást még, ha jól emlékszem, Bánusz Tamás nagymestertől tanulták a lányok az egyik edzőtáborunkban, ezért nagyon kellemetlen mellékvari Ha fekete végig szépen kirakja, akkor kiegyenlít, de itt vigyázni kell itt vigyázni kell feketével. Tici szerintem már játszott ezt a mennyitást, úgyhogy lehet, hogy azért is lépi most meg, mert nem fél attól, hogy ez eljut itt én így, na erre a lépésre nem emlékszem, hogy ez itt, itt, működne. Pont akartam kérdezni, hogy szerinted Szára ki fogja rakni a jóvarítét itt feketével. Szára nem fogja kirakni szerintem a jóvarít, de meglátjuk. Az a baj, hogy én nem ismerem ezt a választot, úgyhogy nem akarok hülyeségeket mondani. Menjünk tovább. Hoppá. Itt pedig egy egészen érdekes változatot látunk. Ez egy, sárk... Szíth, ez jó, egy sárkánynak a futó E2-es változata. A Melaniennek ennek rögtön. ez a Carpo Variation, mm -hmm. és itt a, az egyik legnagyobb sárkányos szakértő, a Jones Gavin nevezetű nagymester Huszár a ajánl a könyvében. Anita úgy látszik tanulmányozta ezt a könyvet, vagy az is lehet, hogy a szövetségi kapitány elmondta neki. <gül> 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 és itt Pontosan emlékszem, a Májának kettő partja volt eddig, mind a kettőben Huszár d 5 lépett, ezt a, ezt a, lépést vártuk, viszont az F4, amit lép, az a kritikus változat, és én mondtam az Anitának, hogy amennyiben úgy ítéli meg a szituációt utolsó fordulóban, hogy, hogy, itt élesre kell tölteni, vagy úgy, hogy már megnyertük a meccset, erre ugye nem számítottunk, nyugodtan játsza meg ezt a változatot, ez egy borzasztó éles változat, és fehérnek tiszt forja van, de világ ö, feketének van érte, három gyalogja jó számon, ugye? Igen. Már mondom, őszintén én ezt az állást még nem láttam, igen, és próbálom értékelni, hogy mi történik itt, és nem annyira de könnyű. 2015-ben Gergő egy szobában laktunk az IFI vb n és ezt a könyvet forgattuk, és vittük fel a számítógépre. Igen, de a rövid sáncos, rövid sáncos variációkat azokat te vitted fel, és itt most kiderült, hogy én mennyire néztem meg ezeket a Volt dolgokat. Volt rá öt éved. Hát azóta elé. Igen, ez a huszára hogy tehát király H1-ig ez főváltozat, és itt lehet több irányba elmenni. Vannak a ö, szimpla a 6 b 5 ös felépítések. Ez a lowelt, ez egy nagyon konkrét vari. És mondtam az anytának, hogy nyugodtan próbálja ki. Ez pont egy olyan játszma, ahol, ahol ezt be lehet dobni. Mi, mi, mi a megítélése ennek az állásnak objektíve? Objektív, a leges, legerősebb számítógépek picit kellemesebbre adják világosra, és ha jól emlékszem, a jó lépés ebben az állásban azonnal C3, és nem F6, de F6 is van, azt tudom, ez innentől kezdve szerintem egy nagyon jó kis kompenzáció feketével. Tehát ez, innentől kezdve mm. ez teljesen játszható, és én úgy voltam vele, hogy szerintem feketével, mintha ez könnyebb lenne játszani egy rapid partiban, de ez csak az én véleményem nyilván. Főleg, hogyha megnézzük a szituációt az órán, három perc előnye van már Anitának, ami elég sok, ugye egy Igen. ilyen 10-10 perces partiban. És akkor nézzük meg a mai nap sztárját, Hát ez kérek szépen egy óriási elméleti harc, ugyanis a helyem a Jozefin, az ö, hatalmas, ő hatalmas mennyitás szakértő, én úgy hívom a Jozefint, hogy a német pappetra, ugyanis nagyon hasonló mennyitásokat <laughs> játszanak, és mind a, ketten a, mind a kettőknek a najdorf az a dédelgetett kisbabájuk, nagyon szeretnek Najdorfot játszani. Úgyhogy itt most egy nagyon komoly elméleti összecsapás, hogy az egyik legdivatosabb változatot tették ki, és annak is az egyik legélesebb változatát. Úgyhogy itt tényleg kíváncsi hogy ki tudja tovább a változatot. Erre még rengeteg parti volt, Anan Topalovtól kezdve, pont a Báscsegi egyes eszme az ez a játszma. G6, erre nem készültem külön a Petrába, úgyhogy amit itt látok, ez mind a Petrának a műve, viszont az állást ismerem, és ez még mindig változat. Úgyhogy itt egy nagyon komoly elméleti párharc. Szerintem világos -e egy picit kellemesebb ez a változat, főleg, hogyha egy 20 c 6 megérkezik, és sokszor még fehér beáldozza ezt a d gyalogot is, most erre nem került sor. Világos úgy akarja megvostani a lóciatot, hogy nem áldoz gyalogot. Meglátjuk mi, hogy alakul ez a parti. Melyikre menjünk, G? Ja, visszaugorhatunk, amit a legrégebben néztünk. Csang partia Igen. volt, talán, mint rábúcsúztunk. Nagyon régen. Ezt valahol a nyitásban legelején hagytuk ott. Akkor megjött a ló 3 talán. Igen, rengeteg dolog történt. Végül is DC megérkezett egy lépéssel később. Nem b 2 ütött az Elizabeth, és normális fejlődő lépések után talán az első lépés, ami kommentálást ér, az a B4. Egy elég elkötelező lépés Hirtelen nem is tudom megítélni, hogy ez most egy nagyon finom pozíciós tervnek a kezdete. Vagy csak kigyengíti az állást, egy első ránzése, nem vagyok elájulva tőle. B5 logikusnak tűnik, és E4 itt tartunk. Leütötte Csang vissza, Huszár D5 futógjár, és F5. Bocsánat, fehérrel vagyunk, hülye vagyok. Itt fehérrel Hérben. vagyunk. Huszár D6-ra most mi lehet a terv? Lehet, hogy csak elmegy a vezér, de hova tud elmenni a vezér? Szerintem ezt számolgatja Csank, hogy meglépje a ló d 6 ot Ló D6 a vezér D8? Mert ha ló D6-ra futó d 6 ot kell lépni, akkor ló D6 biztos, hogy jó lépés, ugye? Igen. Ló C5 mellett döntött végül. Ez azért nem tetszett nekem, mert F4-ek után a futó ki fog szorulni. Én is F4-et nézem, hogy F4-re mi hát itt a terv. Ne, hogy ez, akkor inkább hogy kérdezem, hogy ez annyira e, jó e nekünk. és ránézése nem tetszik nekem annyira, de szerintem lódihat 6 talán, talán kicsit kritikusabb volt, de nehéz, mert tényleg nagyon konkrét az állás. Tényleg, amit említettél, futó d után tetszett volna, a vezér d meg már fölerősödhetnek ilyen futóüti F-tervek is, ami konkrétan talán nem biztos, hogy megy, de ott azért C4, ott voltak lehetőségek. Lócélt F4, Csan közbeiktatta a Huszár d és most lépett futó H4-et. Hát egy nagyon fura állás. Nagyon fura állás, nagyon nehéz értékelni, mert tele van az állás szerkezeti gyengeségekkel mind a két oldalon. Hát egy N4 futót látok magam előtt, egy C4 lovat látok magam előtt. Tényleg egy nagyon fura állás. Huszár E5 Hát nem tudom, igen, minden, mindenhol vannak gyengeségek. Huszár előttre futó elnék Vala... talán, igen. Hát ha van ideje vissza, Ló F3-ra visszamenni, Bástya egyet meglépni, akkor igazából jól néz ki az állás. Feltételezem azért Ló e meg fog érkezni. Nem tudom, hogy mi más jön számításban. F3-akat számolgathatja az Elizabeth? Vagy F... F3 és Ló F3-ra benyomni hát a minőséget. Szakad, az... szakad a Bástya, igen de végül azért ennyire nem őrült meg. Más D8. Jó, menjünk tovább. Tici Szara ellen. Itt egy gyalogos szerkezetben vagyunk, és a c t lovunk el, első ránzése nagyon jó, jó, néz ki, de visszafele utat még nem látjuk. Reméljük, hogy D... Nem, mindig kérdés az ilyen lovaknál, igen, hogy ez most jó, jó vagy ez Reméljük d 5 fog visszafele menni a ló. Ugye a D5 gyalogot nagyon nehéz védeni. De első ránézésre ez Hát most Huszár idén egy futó f kéne reagálni, feltételezem feketével, nem? Szerdén egy futó, d egy futó f igen. Fehérre jól állunk. Jó, jó, jó néz ki fehér az állás. Jó néz ki, mert szerintem a d gyalog le fog hullani. Igen, pont az a bari, amit mondtál, annak a végén kötés lenne a nagy átlón, és lógott volna a d gyalog. Úgyhogy Szara meg is próbálja keverni a, a kártyákat, mert futó H6, E3, és szerintem lehet, hogy el is dördül egy futóüti E3-as áldozat. Ez talán túlzás. Talán? Futó üt... Nagy átlón, nagyon kigyengülne a fekete. Igen, de... Futó E3, felú E3, vezér C3. csinálnod kell. Tehát most két lépés múlva leesik a tábla, hogyha nem, nem, áldozol be valamit. Nem tudsz lépni feketével. Szerintem be fogja nyomni E3-on a tisztet. És vezér C3-ra ott a végén. Hát leütöm a bástyát. Vissza. És akkor elgondolkozok az életemen, ugye? Hát ott szerintem ez baj nem van. Nem 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 jól jól áll. Nekem tetszik az állás. Tűnik. Anita. Anita szépen lassan javítgatja az állást. Ez a gyalogszerkezet ez nagyon masszív. Tehát ez az, azért nehéz ez a fejre az állás, mert hiába van egy tiszt fórót, feketének nincs gyengesége. Nehéz tervet terve találni, mit támadja, király ellen támadja, valahogy próbálja. Szép lassan a fekete meg tényleg elkezdik görgetni a gyalogjait, és minél előrébb vannak, annál kellemetlenebb lesz az állás. Mm. Most, most talán Bástya d 8 meg kéne védenünk a gyalogot. C3 gyalog is ló közben. Uh -huh. Ez egy, én nem adnám egy előre oda a D6 gyalogot, de Bástya d 8 is nyilván megvannak kicsit a hátrányai, az F7 mező azért gyengébb lehet, de az Anita meglépte. Ez a Fetet nem olyan könnyű megtámadni szerencsére. 20-20-ár, 5 ről se E5-ről nem tud hozzáférni, úgyhogy jó, ez is tetszik, és akkor nézzük az elméleti párharcot. Ez, Jézusom, ez az állás jött ki, ez, ez szinte egy taktikai könyvben egy nagyon hasonló állás van. Okt oktatni szoktam ezt a ezt a trükköt. Igen, B4, ugye fekete arra játszik, hogy megpróbál vezér d megérkezni a nagy átlóra, hogyha ez a fekete vezér megérkezik, akkor itt vétetetlen mattok vannak, viszont ahhoz a lovat majd egy pillanatba le kell ütni, közben világos megpróbál próbál mattot adni a hávonalon. Nagyon-nagyon éles part. Ez hát ki a gyorsabb. Érzésre fehér tűnik gyorsabbnak. De de... egy dolgot nem értek, az utolsó lépés B4 volt, ezt miért kellett meglépni? Nem lehetett volna egyből ezt a vezér... Ja, hogy ott még vezér délnére majd C3, tehát először rögzíteni akartuk. Hát ki a gyorsabb? Erről szól a játszma, igen. Megint Petra nagyon élesen sakkozik. Vezér B6 szerintem meg fog jönni. A D6 gyalogot én nem félteném. De vezér B6, H5, G6. HG, HG. csak, CH1. Mivel fenyegetsz? Vezér F6 a terv ez nagyon szép, amit a Gergő mond, tehát Fehér beduplázza a hávonalon, kinyitja a hávonat, és vezér f egy vezér áldozat, futó F6, GF6, után vétetetlen mat H8-on, de azért ez 1, 2, 3, 4 lépés, tehát egy vezér b futó c vezér d 4 megkínálom Fehéret. Én nekem furcsa volt, hogy Bástya H4, hogy a HG6-ra, tehát vezér b HG. HG, HG. Bástya H1. Ez ott futó üti C6, és ott akarsz vezér F6-ot lépni? Így van. Az tempóra pont működik, ugye? Hát leütheted, G1 g1-ed van, de azt visszaütöm, és visszamegyek H1-re. Az a termeglóg a C6 is. mit lehet csinálni? HG-re esetleg FG-t kell lépni, az segít? HG-re FG segít, hedd arra, meg a bástyüti h 7 lehetnek problémák, és vezérüti f és vezér f bástya H1, és mattok. Hát itt most HG fog jönni, az biztos, és megtudjuk. Ugye HG-re muszáj reagálni, mert a vezérefét mattal fenyeget, tehát ezt vissza kell ütnünk, szerintem H-val fogja visszaütni a Petra, Báss. Bejöttek a csetbe közben, hogyha a futó c 6 a közbe fekete, akkor vezér D4 van, vezér F6. Nem vezér F6, nincsen vezér D4, mert bás csak Nem, vezér D4 után bás csak 80. van. a csetbe, de az nem Meg volt. Meg érkezett ez a változat. E... nagyon furcsa, hogy nem HG-vel kezdték, Igen, nem? nem? de most HG vezér F6 az nyer. Petrám, találj ki valamit, de mit lehet kitalálni itt? Mit lehet kitalálni? Most mi van FG-re? Mi van most FG-re? Bástya H7 vezér D4. Fú, de éres ez a parti. És ott ellen matt. FG-t kell lépni lehet. HG a hiba. FG-re fu FG futó G6 az remi, gondolom. Igen, ott, ott, ott. HG Bástya H8. Petra ki fogja ezt számolni. Ő észre fogja venni a vezér Ez egy típus lépés azért. Viszont FG-re nem látjuk a nyerést eh, fehérrel. Tehát FG, Bástya, H7, vezér D4 után van ott valami fehérrel? Én a nem látom, hogy mi lenne. Hogy hogy lenne Én valami. Szóval semmi. Az valószínűleg nyer feketével. Tehát FG-re lehet, hogy igazad van, futó üti, Jó, meglépte az F-et, például nagyon pontosan játszik. Viszont futó, nem futó üti, hanem vezérre fenyeget. Úgyhogy azt le kell ütnöm, és akkor hol van a döntetlenet pontosan? Bástya h 8. Bástya Hányolt az örökös, igen. Két bástyás tisztáldozatos, és a végén vezére fad. mert majdnem pizzát rendelünk, nem? <laughs> Kíváncsi vagyok, ez a futőtígiat meg fog érkezni. Milyen más lehetőség van? A bástya rész észre fogja venni, hogy várja, elem nem, az nem jó. Hirtelen azt hittem, hogy futódéltre futó, vagy futel futó kivédem az f problémákat, de ott. De tovább, is van. Jó, nézzünk gyorsan tovább. Egy körkép. Itt közben ez nagyon rosszul alakult, mert megmaradt a három gyalogunk, de lecsöltek a tisztek. Itt a döntetlenért küzdünk, amire azért van, van esély, de kellemetlen az állás nagyon. Itt Tico, nem. Tico Bello benyomott egy vezér, de ez nem egy vezér áldozat, mert Básia Cényos után fekete nem üthet vissza, Király géte, ki kell jönnie, és ott ez egy nagyon jó állásnak tűnik világossal. Képes kép van, kép van a gyalog, ez a hálasztó nagyon ki van szorulva. Itt ez jól alakul, és akkor maradt a, a csank közben megvert az Elizabetet, hoppá. Erre, erre, Na, erre a partira, történt? majd jöjjünk vissza, megnézzük utána. Most maradjunk az élő játszmáknál. Bássia, há, Mit lépett? C3-at lépett. Hoppá! Leütöttük, Bástya H7, Ez egy, e, hát erről beszéltem. Ez itt parádi, ami most megy. C2 fenyeget. összecsaptak a Najdorfos a Gergő. Itt vér folyik. Telje, teljes De hát itt, őrület itt van, itt vér nem nem, nem látom, hogy most mit lehetne csinálni. A hát C2 mat fenyeget, szemfél be van kötve, Bástya semmi, Bástya h semmi. Szerintem itt most ezt a partit, ezt behúzta a Petra, és négyből négye fogja elhagyni a meccset. Zseniális. Én sem látom, hogy mit lehet itt lépni. Majd ezt az állást is meg lehet nézni még egyszer, mert itt is volt egy-két őrület. Nagyon partik van, nagyon izgalmasak, tényleg. Talán az Elizabeth parti unalmasak. <laughs> nagyon ilyen pozíciósakra váltott. Nem nyert partit, és kétszer kikapott. Úgy tűnik, hogy nem tett jót neki ezt egy stream. Hát én mondtam is neki, hogy én nem értem azért, ez annál komolyabb meccs, hogy streameljél. Streamelsz, akkor mindig elvonja a figyelmedet, te is figyelsz arra, hogy jó legyenek a nevek állítva, a hangod jó hallatszon, meg hát az, hogy beszélni, az a nagyon nehéz közben. Nem tudsz teljesen koncentrálni. Ugye most volt a Magnus Carlsen firúzsa összecsapás is, amit ugye Banter brit néven futott, ahol kötelező a játékosoknak kommentálni, hogy mi történik, ugye pont ez a lényege, és kicsit úgy éreztem, hogy a Carson ezért vesztett, mert ő szépen végig kommentálta a dolgokat, az ellenfél, az iráni fiatal gyerek meg leütögette a tiszteket. Hát itt most van egy bástya fórunk, és egy teljesen nyert állásunk. Ez teljesen nyerő van, négy van. vége van a partinak, még egy ilyen kis cukor is benne van, hogy f tf után egy C2-t is be lehet nyomni. Petra egy Rémisztő futó d nem cserélt el a vezért. Na, ezek a jelépések, amik az olimpián állulok el, de baj nincsen, mert. Futó-futó 6 on elkezdesz gondolkozni, de hát bástyafor, bástyafor, az bástyafor. Bástyafor, és akkor nézzük meg, hogy az anita ki tudja -e tartani, illetve, sőt, inkább ami még érdekesebb játszma volt, a ticinek a játszmája. Hát ez nagyon-nagyon jól néz ki. Ezt meg fogja nyerni Ezt a, a ticit. ez mi volt? Nem volt? F2-t megvédte. Jó, ez F2 logot, bocsánat, aha. H5, H4, feltételezem. De amúgy már esetleg Bástya C8, miért nem nyert volna Bástya F7 helyett? Bástya C8 egyszerűen bekötni a futót, nem? És Bástya D8 után az nagyon egyszerű nyerés lett volna. Igen, itt egy kicsit túlvédekeztük magunkat, de most futó H3 feltételezem meg fog jönni, arra vezére jött az ellenfél, visszajön, de igazából bármikor, most is léphetnénk Bástya d ha szadisták vagyunk, vezér F2-re Bástya c 8 Még az is szóban, hogy ebbe az irányba megyek el a Bástyával. Fú, ha most az alapsor nagyon necces. Ha nem nézünk el valami trükköt itt a fekete mezőkön, de nem nagyon látom, hogy fekete egyáltalán hol tudna betörni sehol. Bástya b lépjük meg, Bástya d et Ez is nagyon jól alakul. Hát egészen elképesztően játszanak a lányok tényleg. Gyakorlatilag az Anitáért kell izgulni, ha hogy ezt kitartsuk, és egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy ez jó irányba halad, de hát továbbra is azért itt nagyon kellemetlen, tiszt hátrányunk van. Sajnos a gyalogok most futó D6-ra és Sakk után Király D3-mal, hogy védjük meg ugye? Bástya a kettő. Ugye, ja, hogy Báscsa a kettő. Japer. A helyenek is nagyon kevés anyagja van, arra kell vigyáznia, úgyhogy még van esély, de engem picit leszorulunk, az soha nem jó. Ez egy kellemetlen lépés. Igen. Ezt a partez ezt valószínűleg sajnos el fogjuk veszíteni, de még bízunk az ancsában, közben itt megmaradt a Bástsafor, az nfi van... Továbbra is teljesen nyerve vagyunk. 8 másodperc, az egy kicsit kellene, hogy hogy jövök ki most ebből a jó, ja, hogy nem fenyeget semmi? Egyszerűen C2. Futó C2, király F8, és futó f után feladja az ellenfél. Tökéletes. Így Szép van. volt Petra. Szép volt Petra. Nem semmi. Lák a Petra előtt. Négyből négyet. Négyből négyet. Mert milyen stílusban, nem? Milyen nagyon játszott? jó fel volt készülve. Nagyon jó osztotta be az idejét, és lehet, hogy hibátlanul játszott. Úgyhogy ö, itt egy vizsgálatot kell majd kérni a Petrára. <laughs> De, ja. Túl gyanúsan jól, járt, de, jól vagyok benne, hogy ezen a szinten szóba se az, hogy, hogy valaki csaljon itt mindenki. Ebben megmondom ebben a partiban nekem gyanús volt, hogy fehérnek lehet, hogy volt nyerése, remilyen biztosan. Közben a Tici is megnyerte a játszmát, és, nyert, és, akkor, nem meglepés. és akkor itt vagyunk nagyon nagy bajba, itt meg most föladtuk, ha jól látom, mert nem, bástya bénégyünk még van, de akkor meg az ellenfél át fog menni a másik oldalra. A bástya egyet le is ütheti, és akkor is igen, feladtuk. Igen, igen, itt, itt mindenképpen elbukjuk a partit, sajnos. Hát ez ezért kár, de ne legyünk, ne legyünk nagyra vágyóak. Három núra vezetünk ebben a fordulóban is. Gyakorlatilag megsemmisítettük a német válogatottat. Így legalább biztos, hogy kiállnak a visszavágón. Ha nem nyertek volna a partit, akkor ki Igen. tudja. Hát nagyon beleszaladtak, verésbe nagy szaladtak bele. Ugye mi lesz akkor a végeredmény így? Hogyha ezt a partit elbukjuk, 11 kettő 12 négy, brutális, brutális, Hát én megmondom őszintén, erre nem számítottam. Ez egy gyönyörű eredményes és le a mindenki Ez előtt. Egy egészen zseniális eredmény. Tehát én tényleg, én biztos voltam mert nagyon, nagyon közel lesz. Tehát ilyen 8 fél, 9 heteket tippelgettem itt magamba. Azt álmomba se gondoltam hogy ilyen kiütéses győzelmet tudunk aratni. Sajnos ezt az utolsó part az Anita el fogja veszíteni, de, de ezen nehezen múljon. Anita ad föl, ezt már nem szabad játszani ezen a szinten. Föl is adta. Úgy, úgy látszik, hogy lehet, hogy hallgatnak minket. <gül> <gül> hát kedves nézőink, akkor ez volt a, az utolsó játszma. Írjuk be az eredményt, ahogy szoktam mondani, 12-4-re gyalultuk le a németeket, gyakorlatilag ez tényleg egy kiütéses győzelem, és akkor... Ez bekerül a statisztikákba. Bár csak egy online mérkőzés volt, de komolyan vette mind a két fél, úgyhogy. Igen. Nézzük kicsit az egyén eredményeket, egy kicsit szálazzuk szét itt. Tehát a mi csapatunkban Petra játszott egészen fantasztikusan, hibátlan teljesítmény négyből négy, és ahogy beszéltük, a Gergővel egészen magas színvonalú játszmai voltak. Talán az a harmadik fordulós győzelme volt az egyik nagyon emlékezetes, mikor szétáldozta a táblát, meg az első forduló, hogy megverte a Petsze ez a betett 20 7 tel Mennyire egy kapu parti volt, hihetetlen. Ez egy szép indítás volt. Ez szenzációs volt. Csang három pontot hozott, két döntetlen, két győzelem. Szokásos stabilitást megadta a csapatnak. Ticia is rendkívül jól játszott. Ők itt is vert meg? Sarát verte meg most, és még egy győzelme volt. Még egy győzelme volt. Gondolkozok én is, hogy. Melyik part? Az első parti. Az a... első játszmában, igen. Lányi, lányi. Az, el... hogy ott mindenki az első játszmában nyert a Tici és Anitának is nagyon szépen alakult az egész versenye, az utolsó fordulóban szerintem. Ezt a partit még egy picit nézzük meg, és akkor körbe is értünk a lányokkal, mert szerintem itt a mennyitásból jól jöttünk ki, ugye ez volt ez a tiszta volt egy pillanat pont, amikor Bástya d 8 al megvédte a d gyalogot, és tetszett az állás, és utána, amikor visszanéztünk, akkor hirtelen egy, egy kapu állás jött ki fehéren. Igen, gyakorlatilag abba, Bástya FD8, lócél, lócél, Lel lele, Bástya és lóbe Ez nem biztos, hogy egy jó döntés volt végül leütni ezt a gyalogot. Ahogy mondtam, ezt a C3 gyalogot felcserélni a D6 gyalogra, ez nem egy jó stratégiai döntés, főleg úgy, hogy még tiszteket is lecserélünk. Tehát itt nekünk tartani kell az állást, a centrumban meg kell mozgatni a gyalogokat, vagy d 5 f e 5 ös gyalogszerkezethez hozzáférünk, szerintem akkor ő állhatott volna jobban. Fekete. Egy picit becsapós az állás, mert D5-ön gyönyörűen állaló, de pont elállja a gyalogoknak az útját. Egy kicsit nehéz megmozdulni. De itt lehet, hogy csak tartani kellett volna az állást, ez túl konkrét volt. c 6, és itt nem tudom, hogy ez egy számolási hiba volt. Mondjuk ez sem, lehet, hogy az F7, ez kimaradhatott, hogy most Báscső üti d 6 ra bástya G7 van, ez, ez lehet, hogy, lehet, hogy ez a kis taktika maradt ki. Mert ezek után ez viszont tényleg egy-egy állás. Tehát itt ö, hiába van három gyalog a tisztér, a fehérnek a tiszté nagyon gyorsak, és a futó az nagyon simán fogja ezeket a gyalogokat. És itt még mintha lettek volna esélyünk, de végül, végül itt Fehér leszedegette sajnos a gyalogokat. Szépen a Melani, gratuláljunk neki, mert ezt tényleg szépen megnyerte. Úgyhogy ezt az egyetlen egy partit sajnáljuk, de a többi az tényleg egészen szenzációs volt. És a Csang partját akartak, akartuk még ugye megnézni. Ja igen, ott nem láttuk, hogy mi történt. Itt mentünk át a következő partira, hogy Bástya D8, ami ahogy mondtad visszajött lóval, és akkor itt szeretnénk látni egy elnézést, mert itt a gyalogok lehullottak. Futó E4, szépen beálltunk, király G7, C4, és a másik szárnyon megverjük az ellenfelet. Lehet, hogy ezt a ló... Nekem, mondjad. nekem tetszett az állás, miután a ló visszaért F3-ra, Bástya egy megjött, utána a fehér szerintem jobban állt és feketével egy kellemetlen állás volt. Hogyha nem volt ott semmi dinamikus opció feketének, akkor lehet, hogy egyszerűen itt jobban álltunk. Igen, erről az állásról beszélünk. Hát én lehet, hogy továbbra is vagy ezt az F3-as áldozatot, vagy a 20 E5-öt erőltettem volna. Én is Huszára e és Huszára re számítottam az f 3 az vagy működik, vagy nem. Ez egy picit elkötelező, de egy érdekes próbálkozás, nem olyan egyszerű fehérrel játszani. Azt látom, ami a partiba is megjött, hogyha világos ez a C, hozzájut -e ez a C4 lépéshez, megoldja a, a strukturális problémáit, akkor jobban fog állni. Tehát a Bástya D8 is nekem kicsit fura lépés, én ezt a Bástyát C8-ra képzeltem volna el. Huszár e valószínűleg... Meg ta, talán ami az F3 lépésed mellett szól, hogy talán ezekben a 10-10 perces partikban felerősödnek a Uh, akár egy picit inkorrekt áldozatok, ahol rengeteg taktikai lehetőség adódik, kigyengítik a királyt. Ezek a folytatások szerintem sokkal erősebbek egy ilyen partiban, mint mondjuk akár egy hosszú partiban. Nyilván az ember egy picit jobban fél attól, hogy mi történik. De itt fehérnek kellett volna megoldani, ott egy-két problémát. Igen, itt, itt ez, ezután szétesett az állás. Tehát, ahogy mondtad, itt fehérnek a király ö, ja, nagyon biztonságban, a meg tele, tele van gyengeségekkel, és itt szépen egyenként leszedegett a csangagyalogokat. Egy picit, hogyha tényleg ezt az f 3 még megnézzük, csak egy másodpercre, ugye ebben az állásban Bástya AD8 helyett, ugye amiről beszélgetünk a Gergővel, az az, hogy ez egy gyalogáldozat és egy minőségáldozat is egyben, de feketével az lenne a terv, hogy egy Bástya F8, Ló F4, és valahogy a vezére megjelni G5-ön, ugye itt nyilván az idő dönt, egy futó E4 például most szóba jön, nehéz Ló F4-et meglépni, és lehet, hogy igazából világosan nincsenek problémák, de jön a Ló E5-re, nem egyszerű ez az állás még szerintem itt sem. Nem van ellentétek, igen. Tehát, hogy objektíven nem olyan jó, de megint csak azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez egy 10 10 perces parti, ahol korlátozott idő áll a problémák megoldására, ami megnehezíti a védekezést. Igen, ez egy nehéz döntés azért. Tehát tényleg az állás nem igényli azt, hogy itt most tényleg F-3-at lépjen fekete de ahogy mond, ez egy praktikus esély lett volna. Szerintem objektíve lehet, hogy a lóvá a legjobb lépés, én azt léptem volna. Ezzel egyetértek. Nyilván utólag könnyű ítéletet mondani, mert láttuk, hogy hogy szétesett fekete állása, és ennél minden jobb lett volna feketének praktikusan, de hát utólag könnyű okosnak lenni. Így van, és akkor közben a németeken is fussunk át. Hát a legjobb, legjobb játékosokat gyönyörűen hatástalanítottuk. Ugye Petra verte meg az első fordulóban, és ki ellen még? Ticiert? Hát most vesztett, nem a... Ja, most, most lesz tett a, csak, család. Ezt a partit néztük, kicsit már lefáradtam én is. Szárán látszik, hogy félig magyar már, nagyon szépen leadta nekünk a három is fél pontot. Nem lesz boldog, de majd megvigasztalom. Melani volt náluk a, a, kiemelkedő játékos, tehát másfél pont az azért szép. <laughs> ne rögjél, <rövjj>, <laughs> Másfél pont azért szép, és, és Józef így csak egy pont, úgyhogy tényleg, hát le a a csajok előtt, én is nagyon boldog vagyok. Mindig mondom, hogy azért ez a csapat ez még borzasztóan erős. Tehát nagyon hiányzik nekünk a fiatalitás. Nagyon várjuk már, hogy, hogy jöjjenek az ügyes fiatal lányok a csapatba, de ne írjuk le ezt a csapatot bárkit, bármikor meg tudunk verni. Úgyhogy most, most láttátok is, hogy hogy milyen, milyen szépen tudnak játszani a lányok. Úgyhogy le a kalappal a csajok előtt gyönyörű, gyönyörű meccs volt. Így van, így van, én is gratulálok mindenkinek innen. Tényleg egy gyönyörű mérkőzés én volt. Reméljük, hogy lesz folytatás is a dolognak. Abból a szempontból mindenképpen, hogy ugye május 12-én lesz a. Én nem visszavágónak hívom, mert nem, ez a, nem ugyanez a két csapat fog játszani, hanem a B csapatok fognak játszani. Tehát a, a fiatalitás lesz mind a két oldalon, nálunk is fiatalabb lesz a csapat. Hamarosan jelentkezünk is a részletekkel, hogy pontosan ki fog játszani. Ugyanez a szisztéma lesz, úgyhogy remélem a németek összeszedik magukat, mert ez ez nagyon kevés volt tőlük. Így finom Azért nem zavarna még egyszer ugyanilyen eredményet hozzátenném. Igen, igen, úgyhogy ez tényleg egy szép győzelem volt a csajoktól, és bízunk benne, hogy ennek a sorozatnak azért lesz folytatása, Hanem is Hunger Games néven, mert sajnos ezt csak a németekkel tudjuk eljátszani, de ö, kapcsolatban vagyok most a francia kapitányjal is, aki szintén egy ö, nagyon jó barátom, és ott is megpróbáljuk rábeszélni a francia lányokat, hogy, hogy elvállalják ellenünk a meccset. Tényleg el, egy szuper kezdeményezés amúgy, úgyhogy reméljük tényleg lesz, Nagyon reméljük, lesz, és, lesz ennek, és a de. csúcsponton pedig a lengyeleket szeretném megsemmisíteni, tehát rájuk, rájuk nagyon, mondtam, hogy miután az olimpia után, olimpián megvertek minket, utána háromszor fogjuk őket megverni, abból egymás sikerült, úgyhogy úgyhogy ö, még kettőt terveztem nekik, úgyhogy tényleg nagyon jól sikerült az egész nap. Köszönöm a kommentálást neked is, Gergő. És szerintem beszéljünk Nem, és köszönöm a, beszélünk a jövő hétről, és át is adom neked a szót, ugyanis jövő héten Barbara fog jelentkezni Gergővel, és mivel, mivel várjátok a nézőket, Gergő? Így van, megint lesz egy különleges mér. Elment a hang, igen, úgy látom itt se vagy behozva, hangon, elnézést kérünk. Úgy látszik erre az ábra nem hoztam be a Gergőt, úgyhogy akkor megint, <laughs> megint, megint, nekem kell elmondani, hogy a Gergő mondott. Igen, tehát jövő héten Magyarország-Szerbia meccset váljuk, de nem, nem én fogom elmondani. Úgy de, a Gergőnek átadom a lehetőséget, a plakátot látjátok, úgyhogy visszaugrunk erre a, a, a kamera állásra, és Gergő légy szíves, akkor még egyszer, bocsánat. Igen, tehát <laughs> akkor újra tehát jövő héten egy 18 éven aluli válogatott mérkőzés lesz Magyarország-Szerbia között, ahol 4 18 éven aluli fiú és 4 18 éven aluli lány fog összecsapni a szerb csapat ellen, ahol van egy barátság a két szövetség között, és ebbe is reménykedünk, hogy úgy, mint a női válogatott mérkőzések, ennek is talán lesz a jövőben is folytatás, ahol az ifjúsági sakkozók tudnak egy picit komolyabb partit játszani online, egy kicsit felkészülni, kicsit gyakorolni ebben az időszakban, és talán a jövőben majd más csapatok ellen is ugyanígy meg tudnak mérkőzni egymással. Tehát a jövő héten hasonló módon, mint ahogy a mai nap kinézett, ezt az ifjúsági mérkőzést fogjuk a Barbarával kommentálni élőben, és nézni a partikat, úgyhogy reméljük, hogy minél többen fogják ezt is követni. Így van, tehát még egyszer megmutatom a plakátot, megint csak az én hangom lesz, tehát Magyarország-Szerbia 18 év alatti összecsapás. 6 órakor fog kezdődni a közvetítés, és az első játszma 6 óra 15 környékén fog elindulni. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és két hét múlva pedig elindul a saját versenyünk, a Helusa Kupa. Erről a részleteket a napokban meg fogjuk osztani. Egy nagyon szép mezőn jött össze ugye itt is a top 16 fiú és a top 8 lány magyar női játékos hívtuk meg, és őket fogjuk összereszteni egy kieséses bajnokságra, mindenki majdnem elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy tényleg nagy izgalmak lesznek, a részleteket hamarosan átadjuk, és szerintem el is búcsúzunk Gergő, köszönöm Barbinak is a kommentálást, meg neked is a szakértelmet, és akkor jövő héten ti találkoztok a nézőkkel, én innentől elbúcsúztam, sziasztok! Sziasztok!